Sziasztok, szeretettel köszöntök mindenkit ebben a új számunkra úttörő vállalkozásban. Csukd be, légy szíves, az ajtó. Tehát, most este a Core Space nevezető társasjátékkal fogunk játszani. A fogunk az nem egy király többes, hanem egy valós élő többes, ugyanis hadd mutassam veletek legjobb barátom, Gergőt. Sziasztok! Hello, 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 hello! Ő lesz itt a szó legszorosabb értelemben harcostársam. Mi ez a játék? Mi ez a Core Space? Úgyis meglátjátok, de nézzük meg a sztorit. Tehát, mint minden jó kis társashoz, én ehhez is írok egy kis egy pár novellácskát. Úgyhogy ezt röviden összefoglalnám, aztán majd megosztom szépen, hogy hol nézhetitek meg. De beírom egy csehbe. Tehát, a sztori egy űrhajóregénységéről szól, a távoli jövőben, amely űrhajóregénység áll Weaver kapitányból, ez Gergő Lészen, és áll Mark Marrowból, ez Lészenek én. Weaver kapitány egy kereskedő. Alapvetően egy kereskedő, aki úgy eléggé nagy szorban volt, amikor összetalálkozott Márka, aki pedig alapvetően egy gazdag gyerek volt, amíg egy picikét le nem züllött. Úgyhogy ő is szarba volt. Úgyhogy összetalálkoztak, aztán már ketten együtt lettek szarban. Yeah! Ráadásul ez egy eléggé kegyetlen világ, ugyanis érdekes robotok kezdik megszállni is meg univerzumot, ők az úgynevezett fosztogatók. Amit mind most mondok egyébként, az magában a Core Space történetében és lóriában benne van. Tehát ők a fosztogatók, és főhőseink ezzel a hajóval elindultak, egyrészt alapvetően megjavítani a hajót, ami aztán sikerült, aztán pedig, hát ugye szerencséjüket kovácsolni, hiszen mégiscsak egy űrvesztenről van szó. Az útjuk során találtak egy valamilyen nagyon furcsa adatlemezt, és bizony azt vették észre, nyilván elkezdtek dolgozni azon, hogy mi is van ezen az adatlemezen, és azt vették sajnos észre, hogy ezeknek a fura-fura vadászrobotoknak az inváziója egyre-egyre intenzívebb. Vajon lehet itt összefüggés? Majd megtudjuk. Jelenleg az ötödik küldetést játsszuk, mindjárt elmondjuk, hogy hol van a sztori, tehát hogy hol áll most éppen a sztori, úgyhogy azt mondanám, hogy kezdjük is a játékot. Jó. Egy pár szó itt az elrendezésről. Itt a baloldali nézetben látjátok magát a játékteret, a jobboldali nézet pedig egy közelítő kamera, itt pedig van jobb oldalt a chat. Úgyhogy ha valamit láttok, hogy máshogy csináljunk, vagy valami kérdés van, akkor léci, dobjátok be a kérdést, aztán megpróbálok le válaszolni. Minden visszajelzést nagyon-nagyon értékelek, jó, hogy minél jobb legyen a stream. A játék közben folyamatosan fogunk beszélni és beszélgetni. Úgyhogy ahogy szépen megy a játék, úgy haladunk mi is. Tehát itt a jobb oldali kis kamera részen ő ez itt. Itt az érdekes dolgokat fogom majd megmutogatni, meg egy-két dolgot úgy mondok azért közben is. No, akkor kezdünk is. Az első lépés ugye az, hogy éppen hol állunk. Hogy kezdődik a játék, mit csinálunk most? Ugye ott hagytuk abban a múltkor, hogy ahogy most mondtad, hogy tényleg nem csináltuk meg a mi kis űrhajónknak a hát, hogy is mondjam, hányatatását. Rajta a picit, tárgyainkkal. Figyelj, ezeket most egyre szerintem tegyük le. Nem. Show off kamerához, ide így. Ez a mi kis hajócskánk. A Skylark nevezetű, igen-igen komoly űr hatat cirkáló. Ami most egyébként egész jól néz ki, de azért néz ki ilyen jól, mert még ugye nem dobtunk ki azon a táblázaton, ahol kidobjuk azt, hogy éppen mennyire lesz vacak a mi kis cirkálónknak. No. Uralkozok a nagy-nagy fekete részhez itt a szabálykönyv közepén. Mert ugye itt nagy szabálykönyvünk van és nagy táblázatunk is. Na. Szóval szerintem ez úgy volt, hogy... Kell csinálni egy ilyen, egy ilyen összerakott kis mappát, amiben ezek sorban vannak. Ja, persze. A legelejére teszed a könyvet, csak előtti részek. Igen. Meg egyébként az a fura, hogy itt a könyvben azért ezt nem, nem feltétlenül logikusan szervezték ezt a dolgot. Azt mondja, hogy maintenance, ez a 79. oldalon lesz. Azt mondja, hogy degradálok. Na, szóval mindegyik játékos, azaz mind a ketten dobunk egyet a chance die-jal. Egyet-egyet? Egyszerre vagy külön-külön? Hát nekem tök mindegy. Akkor legyen külön-külön. Látszani fog a dobsz? Hol nem fog látszani. Hát én kell húzni a dobást meg. Ezeket a... Ez tök jó lesz, ez a dobókem.
első dobásunk, ez egy 6-os, ez nagyon jó, szuper. Jó. Equipment malfunction. Szerintem, hogy egy... Ó, basszus, jó. Lényeg az, hogy egy darab maximum 6 értékű cumot, legalább 5 UA értékű cumot választani kell a felszerelésem, és azt ki kell dobni. Na. Az azért ez nem finom, mert... legalább 5. Aha, igen. Igen. Ez azért gáz, az mert... a puska is. Igen, ez a pisztoly. Hát akkor te húzdad igen, és akkor látszik, hogy miket választasz. Szóval van itt ugye egy energiapisztoly, amit tulajdonképpen ki lehet igazából dobni. Én összesen szóval ezt választam, mert nem olcsó cumó, de még mindig az, amit igazából lehet dobni. És ez mi ez a... Az egy ritka, azt nem dobjuk el. Ez az energiapisztoly. Ez egy kettes-kettes. Annyit nem, hogy közel és kettő, távol és kettő, és nem akar fókuszálni a kamera, ez állat. Hát tedd le azt nem. Jaj, szia, Ránc 07! Van egy nagyon jó hírem neked, megcsináltam a Mafia Definitive Edition-nek a magyarítását. Majd csinálok egy külön streamet róla, mert rájöttem, hogy kell a mindenféle dolgot hackelni. Jó? Úgyhogy ez majd jövő héten lesz. De igyekszem. Yeah. Most a heti streambe kérdezte a Ránc 07 nevű követő, hogy lehet ezt aztán azt csinálni. Na, szóval energiapisztolyról beszélgetünk itten. És azt kell tudni itt a játék során, azért mi nem nagyon lövöldöztünk szerintem, nem? Mm-hmm. Én kipróbáltam útkor, hogy milyen egyet lőni. De rendben, az jó is volt. Ami viszont bejött egyébként, az azért volt a... Nem. Az a kézigránát. Na, az egy faszákot. Na, azt találtuk. Na, bizony. Na, figyelj, én eldobom az energiapisztolyt, és akkor úgy lesz majd, hogy van két darab normális pisztolyunk azért. Ja, én magamhoz vettem már a saját felszerelésem, az egyiknek, a másiknak még nem. Aha, az jó. Jó, oké. Jó, akkor ezt most visszateszem szépen a kis szüttyőbe. Na, megmutathatod a karaktereket, ugye a szüttyőbe. Mindjárt megmutatom először, csinálj meg ezt a maintenance space-t. Jó, én eldobtam, most akkor te dobsz egyet a chance die-jal. Rendben. Egy-négyes. Egy négyes. Kicsit följebb fogom emelni ezt a kamerát, hogy... Négyes? Na, a négyes annyit jelent, hogy supplies reduced by one. Akkor az egy supplies. Supplies, ez. De figyelj! És azt tudjuk a hajó alkatrészsel pótolni, ami... De szerintem ezt most hagyjuk. Ja, jó. Ez azért most nem érdekel minket, ő is a supplies. De nézd, van egy hajó alkatrész tokenünk, amit felhasználhatjuk erre figyelj, bármikor. Használjuk, és akkor fölgyorsan. És akkor mert ennek az értéke egyébként... Igen, két UA. Hát egyért adhatod el, kettő. Ja, figyelj, kettő. Javítás amúgy három lenne, úgyhogy akkor szerintem dobjuk el aztán egyre kevesebb cucc. Oké, jó. És akkor a hajót visszajavítottuk eredeti állapotára. Kapaságban. Na, azt jó mondjam, hogy mit jelentenek rajta. Itt van a hajók. Itt van a kis hajunk mindenféle állapota. Akkor mit jelent? Áldozatok ez a fókusz, édes Istenem. Nem hiába kellett ez a nagyobb akkor. Na, szóval, ugye itt nekünk van egy propulsionunk, van egy life supportunk, egy supply, meg egy hull integrity-nk, ezek romolhatnak el a maintenance phase-ben, és most nagyon nem romoltak, úgyhogy ez tök jó. És itt van ez a három cumó, itt jobb oldalt ez a három kis ikon. Az egyik, az egy szenzoros cumó, a másik azt nem vettük meg. Nem vettünk meg belőle semmit. Van egy torony a hajon, és van egy hajtómű, ami rohadt hasznos, mert ez a hajtóművel a... Ezeket mind kimaxolt. Igen, a hajtóművel a csata során tudunk menni össze-vissza a tábla mentén, és ez rohadtul hasznos, mert hát igen, azért... Hát megmentette a segünket. Hát igen, egy párszor megmentette a segünket. Mondhatjuk így, menekülés közben. Igen. Na, megvolt a ezért fész. Szereljük fel a karaktereket, itt egy karakter. Hoppá, én mutathatod a kamerával. Itt vannak a karaktereink. Akár a kis kamerával is. Kis kamerával fogom mindenképpen. Őt az, hát, figyelj. Csináljuk azt, hogy először inkább a fő karaktereket mutassuk meg, jó? Jó. Először a kapitányt. Kiveszem a tartóból. Te vedd ki tartóból a kapitányt. Tehát itt van a kapitány úrunk. Ő egyébként egy elég erős karakter, mivel egy hajós kapitány, úgyhogy hát őnek jó sok cucca van. Itt nagyon sok pöttyöt látok, de azért ennyi pöttye neki nincsen. Hát de szépen azért lesz neki még. A legfőső egyébként az életerő, abból van neki jelenleg hány darab, és 6. Az elég jó izmos. És van az aktuális kitöltött. Yes. Hát akkor azt mutatom, nem szórakozok ezzel az izmével, nem egyszer. És ez talán szebb is. Tehát itt van a kapitány úr, ott van neki minden. Hát az máshol. Minden, amit tud. Ő azért már kemény, mert be van satírozva, nyilván az ő. Igen. És alant látszik az ő képesség listája. Ez gyakorlatilag az ő karakter lepét oldalt. Ekkor itt alul. Itt fekete pöttye van a különleges képességei. És úgy volt, és azt csináltam, hogy kinyomtattam magát egyébként a
láttad a karakterokat, és ezen tök jól tudunk jegyzetelni, és nem kell semmit sem szórakozni, és mellette itt van egyébként a képességek leírva nyomtatva a könyvből, sokkal egyszerűbb így játszani. There you go. Akkor itt van Marlowe, aki az én kezemben van. Ő is már nyomtatott példányban létezik, ugye ők voltak a két kezdő karakterek, és hát igen, ő is már eléggé, hát az ötödik ülletésnél járunk, szóval igazából eléggé megvan tolva már ő is. Már mi is látni fogjátok, hogy mégis milyen szerepet játszanak ezek a képességek a játékban. Itt vannak a figurák. Azt fogom csinálni egyébként, hogy ezt a kis egyébként viszonylag gyengén fókuszáló kamerát ilyen action cam izére fogom ott használni. Ha kiveszem minden tokjából, és ráközelítek arra, amelyben van valami látnivaló. Hát a fókusz ennek a kamerának ugye eléggé ratyi, de hát reméljük az is sikerül valami jót kihozni belőle. Jó. Kiveszem magamnak a kis szabályzatomat. Jó, én szerintem... mit gondolsz? Hát Ganiknek még szeretném, és meg. Rakjunk neki fegyvereket. Jó. Mindenki kap, azt hiszem, egy HP, valamint egy injekciós tűt. Ami praktikus, igen, igen. Kezdetnek, azok nincsenek kiosztva még. Itt van nálam minden. Itt van Ganiknek egy, szerintem az tök jó lenne, hogy ő kapna, mert ő annyira gyenge, az hihetetlen. Okay, az egy combat jacket, kis páncélos izéke. Itt vannak a gyógyító csomagok, szerintem ez úgy szintén a Ganiknak elmehetne egy, meg én kérek belőle egy másikat. Meg én kérek még egy ilyen szörzsgogóc, és mindenkinek jár, csak kérdés az, hogy tényleg tegyünk-e mindenkinek. Ja, ja. És akkor itt vannak még nekünk jó cúmóink. Meghalt az angol királynő. Erzsébet? Most írta Zsuzsi. Jesus! Meg azért, hogy cukik vagyunk. Tök jó. Hát jó, azért az angol királynőt most így sajnálom. Ez kemény, hallod. Egy percet néma csendre félbeszakítjuk a streamet, mi? Igen, addig gyorsan befejezzük a fegyvereket. Az a kapitánynak van szerintem. Nem, neki már van egy. Van pisztolya? Egy 331-es, egy sokkal jobb. Úgyhogy ezt visszaadom. Jó, oké, figyelj, viszont itt van egy kés. Itt van egy kés. Geniknak van. Geniknak. Kés helyen? Kés. Ő majd fog egy izét... Nem kések? Nem kés. Köszörük, öllők, olló kések, de nem sokat. De figyelj neki, ezen van egy egyes. Hol van, ami... A páncélom van egy egyes, az befolyásolja azt, hogy a késem meg kettes van? Annak közel nincs egymáshoz. Yeah, okay. A páncélom, az... ja igen, igen, és a... azt oda, igen, igen, az oda. Szabad kész, tudom. Igen, 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 igen. És ez a 2x2 sztori, ez igazából, hát bedobja már lónak, szerintem nem. Mac-nek? Mac 2-t tud ütni? A Mac eleve 2-t üt, akkor mindenki. Én is 2-t tudok ütni, úgyhogy nem. Na ez az. Nem, azért ezt el tudja dobni. Hát azt akkor berakadj, hajón is hagyhatjuk. Na ez az, ezen gondolkodom, hogy hagyjuk inkább a hajón a fogba. Hagyjuk hajón, szerintem. Hol van a kis hajóhagyó zacsink? Itt van. Oké, okay, köszi. Én, annak keeping track. Meghalt az angol királynő, basszus. Azért az kemény. Jó. Kicsit off topic, de hát ez van. Jó. No. Picike. Jó, itt van a... Picikét. Vegyük le. No, most az egész asztal látszik. Itt vannak a civilian fejek is. Civilian fejek is ott vannak. Track is látszik? Igen, igen, igen. Most a track az nem Event látszik. Kártyák itt vannak. Most akkor action keménykel picit, de először föl elmondom a sztorit. Tehát ugye az a sztori most, hogy jó, tehát az előző kaland során ugye arról volt szó, hogy igen, tehát, hogy sikerült egy jó AI-t szerezni végre a hajók vezérőhajtóművének, és az előző sztoriban leszálltunk egy bázison, ami egyébként segítséget kért, és ott, hát igazából élő ember, igazság szerint nagyon már nem találtunk, találtunk ezt egy csomó robotot, juhéj, de jó volt, és találtunk egy pár jó fegyót is, mert azok mindig jók. Úgyhogy innen mentünk most tovább, és úgy tűnik, hogy amerre mi járunk, mert tehát az igazság az, hogy mi követjük a bajt, mert hogy mi menjünk oda, ahol segítséget kérnek ezek miatt, a tisztogatók miatt. Ugye most is olyan helyre megyünk, most viszont egy régi ismerősünk, Mr. Butler kér segítséget, tehát most kivételesen tudjuk azt, hogy kihez megyünk, és annyit kér, hogy menjünk oda az ő kis bázisára, és mentsük ki onnan, ahol van. Ez is lesz most a feladat.
A fő feladatunk az, hogy őt innen kihozzuk. Action cam következik mindjárt. Action cam, action cam, action cam. Flying, 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 flying. Tehát, hogy őt innen kimentsük. Halljó, szia, szia. Gabu csatlakozott egyébként. Ah, tök jó. Nézd a streamet. Tehát őt innen kimentsük. Itt van neki két, hát mondhatnám testőrnek, de igazából csak két átlag civil. És visszavigyük a hajónkhoz, amely hajó vagy ide fog leszállni, vagy pedig oda fog leszállni. Bocsánat, oda fog leszállni. Még nem döntöttük el. Egyelőre úgy néz ki, hogy a nagyon jó választásunk igazság szerint nem is nagyon lehet. Hát benne, hogy előtávolság az ajtók miatt. Igen, 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 igen. Jó. Ez nem látszik fölülre a mezőn, hogy nem mindegyiken van ajtó. Például ezeken a falakon itt, ezen nincs ajtó, meg ezen se. Uh-huh. Tehát az út, amit megtehetünk, hogyha innen jönnénk, akkor körbe kéne menni, igen. Így, innen egészen pedig. Idáig, igen. És innen pedig ugyanúgy igen. Ezen az ajtón át. Csak ott lenne egy alternatív útunk, mert ott erre is látod. Igen. Szerintem az a logikus választás. Igen. Jó, teljesen egyetértek, úgyhogy ide szépen le is szállunk. Itt vagy mind a négyen. Szóval a hajók legénysége úgy néz ki ennek, hogy itt van Weaver kapitány. Betettük mellé Meket. Róla azt kell tudni, hogy egyébként őt úgy találták meg, teljesen véletlenül. Hogy amikor megkaptuk ezt az adatpadot, ami miatt gyakorlatilag ezek a tisztítók végüldöznek minket a fél univerzumon, akkor őt, mint egy dobozt találtuk meg, és mint utóbb kiderült, ő egyébként egy mesterséges intelligencia, aki zsoldosként dolgozik. Oh yeah. Megunta az emmi létet, és beállt zsoldosnak, és azért állt be egyébként zsoldosnak, mert be fenge tartani a magát. Ennyi. Tehát, hogy pótalkatrész, olaj, mit tudom én. Kondik. A jelenlegi villanyárakkal, villanyárakkal. Fölment a rezsi is, fölment érte. A roboton meg is fölmegy a rezsi. Teljesen. Teljesen. Hát ő is átlag fölött fogyaszt, ugye? Na, szóval mi oda landoltunk. Kiosztottuk a felszereléseinket. Én ugye vettem magamnak egy kis puskint, egy kis gyógycsomagot és egy kis keresőgogolt. Meg vett magának egy darab kis pisztoly. Ez a vett magának az idézős, hogy ez már minden volt a hajón, tehát hogy nem újdonság. Levette a polcról. Levette a polcról. És kapitány is kapott egy izgalmas puskint. Azt szokta hordozni. Igen. És Gannik ugye meg egy eléggé kis vékony dongájú csávó, mint ahogy azt a figurája is mutatja. Őgy Gannik. Elég vékony dongájú csávó. És hát igen, ő neki egy közelarci fegyót is adtunk, és egyelőre ennyit. Úgyhogy ő hátul fog kullogni, aztán keresgélni. Ennyit. Mondják? Igen. Köszi Gabó, köszi szépen. Ez nem a Firstborn, ez a sima Core Space. Alap Core Space. Igen. Ugye a Firstborn az ugye a második része ennek, ott még nem kezdtünk sztorit, meg hát az, Gabó úgyis azt mi játsszuk. Úgyhogy meg Gergővel most a simát játsszuk. És a Firstbornban ugye ott a főhősök is gyakorlatilag hát egy picit mások. Mert ott a Firstborn-ban például vannak izék tisztogató hősök is. Nagyon durva, tök jó, meg ott drónok vannak, meg ott tök más a mechanika, nagyon vicces. És van gyönyörű szép kőhernyó, azt mutattam neked a múltkor. Ez nagyon szép figura. Jó, szerintem kezdjünk. Azt mondja, milyen speckó dolgok vannak itt. Tehát ott van Butler, ő az, akit ugye ki akarunk innen hozni. Itt van elő két darab civil mellette, és ők azt mondja, hogy ők addig nem fognak aktiválni egyáltalán, ameddig traderek vagy tisztogatók, azaz tehát kereskedők mi, vagy a tisztogatók nem lépnek be a helyzébe. A látott erőbe, tehát lozba. Tehát a teljesen éjjel csárkot követik. Ablakon át is, persze, losz az losz. És hogyha hostility tracker eléri a cover meet, az még elég messze van, akkor, és Butler még mindig él, akkor megpróbálják kivégezni. Az nagyon jó. Annak mi értelme? Hát az nyilván, hogy a Butler most azért kértünk segítséget, mert ő egyébként most itt börtönben van. Ja. És hát, hogy őt mondjuk menekítsük innen ki, tehát ő nem a tisztogatók ellen kért segítséget, hanem azért, mert valami hasságot csinált, és ki akarják végezni. Magyarul, ez adja is a stratégiát, ami úgy néz ki, hogy oda kell rohadt hamar mennünk, és ezeket a civileket le kell szedni. A poén az, hol vannak, itt vannak a civileknek alapjai. A legjobbakat sikerült amúgy kiválasztani, most vicc nélkül mondom. Miért? Ez a kettő civil őrzi Butlert. Mit kell itt nézni? Itt azt kell nézni, hogy az ő karakterisztikáiknál alul van egy P betű. A P betű jelzi azt, hogy milyen nehéz őket meggyőzni arra, hogy átálljanak hozzánk.
Na most ez hármas, a legmagasabb. Uh-huh. Úgyhogy pont ők őrzik Butlert, Butlernek pedig az ő kis lapjáim, ugye itt alul a P-nél, a Pörsődnél egyes látunk. Úgyhogy jó. Őt viszont könnyű lesz meg, hogy őket nem lehet meggyőzni. Őröket nem lehet meggyőzni, őket ki kell lőni. És hát igen, ők hát nem lesznek olyan nagyon-nagyon nagy falatok egyébként. Jó. Oké, menjünk, kezdjük. Na, nálad van a first story az, oké. Okay. Én kezdek? Első könyv, hát ott van nálad. Akkor jó. Te húzod az eventet. Jó, akkor itt a körjelző. Aha. És akkor úgy kezdődik. Nem hostility phase-el, az nem kell betenni egy black peget az elsőben? Igazából. Első körbe kiadjuk, jó. Nem kell betenni, nem be kell tenni, de az event kártyával egyszerűen. Ja, az elegíti a story-t át, hogy, és hol vannak a fekete pegek? Nem, hogy ez Léna elvitt van. Nem. Na, én húzom az eventet, jó? Na, hol vagyunk? Relax, Guarded-ban vagyunk. Malfunction van. A legközelebbi purge, de nincsen ilyenünk. Jó, oké. Okay. Remove it from play. Hát ezt akkor tegyük le. Nincsen. Ugye itt ezen a kártyán meg azt nézzük, hogy ez egy sokfázisú kártya. Annak függvényében, hogy jelenleg éppen hogy áll a hostility. Én ezt át is teszem ide szerintem. Mit szólsz? Jó. Igazából kevésbé. Ha látszik, csak igen. Nem biztos, hogy látszik. Látszani nem látszik itt, de látszik. Jó, az igaz. Tehát itt ezen szépen elkezdjük betenni a kis pegeket, ami jelzik, hogy mekkora gáz van éppen. Körök számában. Körönként növekszik, illetve. Egy körben lövünk akár egyszer is, mert az alacsony, akkor egy extra peget beteszünk, de csak az első lövésnek utána már nem. És ugye minél följebb haladunk ezen a helyzen, annál több kis figurát lehet itt látni, magyarul annál potenciálisabb, hogy jönnek a tisztogatók. És aztán itt a végén, amikor itt azt mondja, hogy purge, akkor van nagyon nagy szívás. Akkor megfordítjuk. Igen, de jelenleg most itt csak Guardednál vagyunk, tehát itt nem érkeznek majd nagyon-nagyon sokan, de majd odaérünk is meglátjuk. És az event kártya is ettől függ. Bizony, itt van az event kártya, és attól függően aktiválódik bizonyos rész az event kártyának, ugye, hogy melyik részben vagyunk. Na. Szóval csak ott lent szerintem. Ha igen, ide mehet is az eldobott event kártya. Jó. Na. Akkor most semmi nem történik, kapasság. Trader Face. Én kezdeztem? Kezdeztem. Én vagyok az első, hát belépünk. Figyelj, neked most annyira nem kell egyébként keresgélned, nem? Nem. De én úgy gondolom, hogy lehet, hogy a hosszabb úton indulok meg az egyik karakterrel, a másik meg a rövidebben legyen képes. De milyen rövidebb? Hát ez a rövidebb, és ez a hosszabb. Aha. Vagy erre, azt majd kiderül. Csak azért, mert még nem tudjuk, hogy hol fognak jönni, és igen. Akkor hátha. Úgyhogy én most szerintem a főnökkel megindulok e felé az ajtó felé. Jó. 8 plusz még egy nincs mozgás, 9. Jó? És igen. Akkor vagy csináltad azt, hogy nincsen effortless-es kereső? Üzeri. Nekem nincs. Ja, oké, akkor már én fog keresgélni. De egyébként meg az kell, jó, elindulunk erre. Ugye most nekünk arra kell figyelni, hogy a Gunnikot egy picit megpumpoljuk. Skillem, hogyha egy skill pointot eldobok a kettőből, akkor plusz egy move action-t kapok. Három skill pointod van. Nem. Vagy hát nem tudom, itt nekem nincs bejelölve, hogy harmadik is megvan. Nem tudom, hogy megkaptam a harmadikat. Jobban kellett volna nyilván tartani. Na mindegy, nekem amúgy van, hogyha rollni kell, van egy plusz egy move action-os skillem. Úr, én határozottan ugyanom, hogy neked megvettük a harmadik skill. Hány sorod van a rulla a carry point-ba kitöltve? 7. Várjál, hány sor? Egy sor. A másodikban mennyi van? Üres. Jó, akkor be fogunk tenni egyet egyébként mind a kettőnek. Ja igen, az előző kalandért. De a ceruzát is adjál akkor. Ceruzát is adok mindjárt, igen. De ebbe igazad van, azt nem töltöttük el, oké. Nem, sajnos nem. Én amúgy arra az egy karrier sávra, amit befejeztem, arra ugye kérhettem egy tulajdonságot. Arra én egy HP-t kértem. Ez az. Abból egyet többen van, mint az a kezdő HP. Ez az. Nekem alapból 5-tel indul a karakterem, de most 60. Igen, ezért mondom, hogy ezért gondolkodtam utána, amikor tényleg csak 2 skill pontod van. Így van. Mondjuk eddig még nem játszottunk. Ja persze, emlékszem, mikor volt már 3. Azt hiszem akkor volt, amikor valamit fölhúztunk, vagy valamit találtál, amitől hirtelen 3 pontot használtál. Mindegy, igaz, hogy most sajnos az helyzet. Viszont egy ceruza, az egy tök jogos kérés. Na, de én ahol tettem a ceruzámat. Thank you, Ikea!
érzem. Majd én is besarabolok magamnak egy pontot, mert ez jó. Na, let's go! Jó, szóval most oldalom az utam, most te jössz. Jó, most azért igen, a nézőkedvéért nincs fix sorrend. Ugye most egy csapatban játszunk, most együtt játszunk, vagyunk. Igen. Ugye mi határozunk meg, hogy milyen sorrendben mozgatjuk a karakterünket, és igazából nincs jelentősége, mert egymás útját nem álljuk el. Max annyi, hogy mit tudom, hogy most én megyek oda ehhez a ládához, és éppen nézem meg, mi van benne, vagy éppen nem én megyek oda, de tök mindegy. Nem. Jó. Nem, várjál, tévedtem. Mondjad. 5 skill pontom van. 5 skill pontom? A 2 az action-om volt, csak félrenéztem a sort. Ami nem is 2 kívülről, hogyha... Na, akkor stimmelt, hogy neked baromi sok skill pontod van. Igen. És akkor most behozom ezt a múltkorit is. Jó. Igen, mert te kapitány vagy. Így van. Alapból jár 4. Igen, alapból jár 4, figyelj, között kapsz még. Ja, hülye vagy, neked kockázat van, neked kockázat van, én kérlek. Igen, 5-öt fogok kérdeni. Igen. Azokat a kicsi kockákat megtalálom. Azokat a kicsi kockákat, azt mindjárt odadom, ha én is megtalálom őket. Ezek egyformán mértek minden. Te hol van a kockatartóm? Nem tudom. Oda tetted, ott van, nézd a bandage. Nem az az? Ja, ez. Lopja a losszban van, ne viccel. Igen, lopja a kocka. Jó, én ki. Édesmány, a legnagyobb kockákat sikerül mindig kivennem. Azt mondja, akkor én beteszem magamnak egy... Ha! Nem teszek be. Egy ilyet teszek. Én nekem van kőkeményen 2 darab... 5 darab HP-m van. Egyszer. És skillből pedig van kőkeményen 2 darabom. Amit félek, nem félek, hát sejtem megint disztrapra fogunk használni, mert... Na, az egy jó tulajdonság. Ez a jó, az a legjobb képessége. Itt vannak a vizékockák pályája, kivezek belőle. Melyik a legkisebb? Figyelj, kapsz kicsiket, meg... Nem tudom, melyik fér a karakter. Ez az nagyobb úgy se fér be, tehát azon adom azt mondjuk, ami potenciálisan beférhet. Na, szóval, figyelj, én azt mondom, hogy most kicsit turbozunk rá, hogy a Gunningnak legyen valami normál fegyója. Mit jó, oké. Okay. Jó? Én belefér, azt mondom, jó. Hát a kés cseréljük le valamire? Nem. Oda menjen, az a szörcsögjön. De eltejesz? Jó, tizé. Ja, igen, neki csak az van. Eltejesz? Figyelj, én pedig azt mondom csinálni, hogy... Na, nézzük meg, hogy mi történt. Valószínűleg innen fognak jönni a pörzsék, legalábbis 50%-es. Hát ott elég esélye van, itt ugye 3 darab belépési pont van. Mindenképpen útba lesznek ők. 3 pont. Itt van 1 darab belépési pont. Ja, igen, ezt nem ott van még egy belépési pont, és ott van az utolsó belépési pont. Abban reménykedhetünk egyébként, hogy a 4-esről is jön majd a pörzs, és elkezdi ezeket a fogvatartókat is abuzálni. Hát, vagy nem az a főnököt is. Főnököt nem, mert a főnök sose lesz primary target. Nem az, hogy ajtó, hanem hogy nem lesz primary target. Ha elfogynak, akkor igen. Ha elfogynak, igen, de nem hiszem, hogy az a pörzs ezt a 2 darab civilt le fogja izélni. Jó. Tehát magyarul, hogyha erre küldjük mi hátra az embereinket, a másodlagos karaktereket, vagy a Gunninget erre küldjük, ez nem biztos annyira biztonságos nekik. Ja. Mindegy. Szerintem mi ketten kezdjünk el nyomulni előrefele a ajzékhez. Mit szólsz? Jó. Most azt fogom csinálni, hogy én most itt nem fogok szörcsögni, mert az nem egy jó arc dolog, mert a Gunningnak kell. Jegyezünk meg szörcsögni. A nézők számára, hogy a szörcsögés az a szoba keresés. Igen. Ugyanis minden egyes szobában azt lehet mondani, hogy jó, akkor most szétnézünk. És megpróbálunk ott valamit fölvenni a földről, a falról, a nem tudom én, hogy honnan, és akkor húzunk ebből a kis szüttyőből, amelyben mindenféle jó kis equipmentek vannak, és így lesz igazából a csapatunk. Ez a keresés action. Bizony, ez a keresés action. Na most és itt a ládában... Az is mondani, hogy mindenkinek 2 actionja van. Igen, most 2 actionünk van mindenkinek alapból. Ez lehet több, hogyha fölpumpoljuk magunkat egy picikét, de hát az sok-sok kalandon kell átesni. Én viszont nem írtam be még azt. Egy karrierpontomat ide. Nekem még 2 darab karrierpont kell, és akkor szerintem... 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. He? Mindegy, ezt a fejlődés, ezt még azért megnézem pontosan. Jó. Én mentem, akkor most te jössz. Jó, hát én Gunningkal belépek, és szerintem elindulok e felé az ajtó felé. Ungesérdre, vagy a láda felé. Nem, megyek a ládára. Ez egy jó kérdés, igen, mert most ugye ő a következő körben már tud szörcsögni, viszont én azt mondom... Tudok úgy, hogy egy action-nál keressek is, vagy inkább ládázom? Na figyelj, ugye az van, hogy a ládához egy lépés közelbe kell lenni, hogy keresni tudjál,
Nekünk itt 7 lépés távolságunk van, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4-et tudunk lépni, 1-et tudunk lépni proximity-ből, és nem tudunk utána search-ol. Uh-huh. Okay. Hát akkor viszont a szobát átkutathatom attól még. Igen, hogyha eddig elsőtöm. Így van. Így. És akkor a következő körben egy proximity move, és egy, de nem úgy menjen ládához egy proximity move, legközelebb már egy nincsen belül leszek, és akkor már tudok egy proximity után keresni, nem? Mentünk egy proximity move-ot is, most jön az, hogy akkor search-öksz. Csak egyetlen egy félelmem van, hogyha jön a purge, akiknek nem vettük elő izét, nem vettem elő a statkártyáját, nem vettem elő a purge-nek. Majd te jönnek. Nekik, igen, nekik csak egy action-jük van, jó? Oké. Mutatjuk a purge-nek a statkártyáját. Ők a tisztogatók, és igazából ez a két baloldali fickó, aki minket érdekel. A többiek szerintem most nem fognak bejönni. Ők a leggyengébbek, ők a harveszterek, ők a devastátorok, ők lőnek, ők ütnek. Itt ugye csak az ökölnél van érték, itt már viszont ugye a célkeresztnél is. Úgyhogy ők itt már lőnek, ők pedig ütnek. Mindenkinek egy HP-je van közülük, és egy pajzs is általában. És nyilván a pajzs az idézőben újra töltődik. Na, tehát, hogyha ő bejön, és itt egy darab action-je van a harvesternek, és kettő devastátornak, ami viszont ugyanaz kell, hogy legyen. Tehát vagy lő két action-nel, vagy mozog két action-nel. Úgyhogy ahogy a devastátorok jönnek, mi általában úgy futunk, mint az állat. Na mindegy, a harvesterek bejönnek, akkor maximum belép a Gunninghez vésztávolságba, aminek ugye annyira nem örülünk, mert nem tesz jót az egészségnek, hogyha valaki vésztóbizlón is éppen üt minket, de még mindig jobb, mint hogyha effektíve kapna egy nagy maflást. Jó, kijött velünk, és van akkor rajta, van rajta a combat jacket legalább. Van rajta a combat jacket, az egy darab pajzs, és egy darab, még egy ütést is ad neki. De van késsel a kettőt. És késsel fog ütni kettőt, persze. Jó, itt van meg, na most meg kell csinálhatjuk azt, hogy elindulunk erre hátra, bár én őt se adnám. Megcsinálhatjuk, hát. Meghúzzuk ezt. Na. 4, eddig, még 4. Addig és proximity az ajtóhoz megyünk. És akkor meg is keresgélhet körülbelül. Jó. Max előresíthet ide az ajtóhoz. És most jön az, hogy ugye figyelembe kell venni azt is, hogy ebből majd sztori lesz. Kis novellácska úgy, hogy a fotodokumentációim nagyon fontos. Szétszorultunk, mint egy legyező. Hát szerintem nem is szorultunk szét egyébként. Hát de mindenki más irányba indul majd, nem? Hát majd. Elindultunk. Jó, viszont még gyorsan érem a csebbe a weboldalt. Tehát itt elérhető az a jelenlegi kis novellácska. Jó pár. Majd a Gloomhaven-ek is itt vannak, mert minden itt van. Na mindegy. Szóval. Akkor most van igazából a purge. Purge érkezés. Ugye megfújjuk a purge die. Egyáltalán fekete kockával kell dobni, igen. Akkor ezt kivesszük, ezt áttesszük ide, első látni. Én dobok, mert én vagyok a nálam van a környezet. Verjen meg minket a kapitány keze pontosan. Hopp. Egy darab. Egy darab jön, és akkor dob mellé a die-t is. Ahova? Hova jön die? A kettesbe. Hát akkor beszéljük, hogy ide túloldalra fog jönni. Kiveszünk, nem devastátort veszünk, ki harvestert veszünk ki. Megérkezett egy kis hüle. És mivel egyelőre még, hát hogy ne lenne loszban, őket látja konkrétan az érkezési ponttól ez a kis izé. Azt kell tudni, hogy ugye ez ugye a távolságmérő. Na most az a helyzet, hogy a purge-nek a látótávolság, ugye a látótávolság az igazából végtelen ilyen szinten. Senki nem szemüveges, mindenki jól lát, úgyhogy ők végtelen sokáig mennek. És a lőtárgyuk is sajnos egyébként az. Jó. És akkor ő fogja magát. Ja. De neki nincs proximity-e. Neki semmilyen nincsen. Ő oda megy valakihez és megüti egyszer. Ő ennyit tud. A kis ólomkatona. Jó, megvan. Most jönnek a... Na most is ugye az van, hogy... Not activated, the purge current is lost. Hát most ugye már a purge is lossban van nekik. Akkor ők is aktiválódnak. Igen. És most jön is igazából az NPC fázis. Uh-huh. Hát most nem érkezik senki, mert most ugye nem játsszuk a Galactic Corpot,
nem játsszuk a security, nem játsszuk a gangstereket, meg a civileket ilyen szinten, úgyhogy most csak ez a két civil simán jön a maga kis civil kockájával. Dobhatom őket? Mm-hmm. És akciója? Első civil, aki közelebb van a pörzshöz. Hatos. Nessimus. Shortest route, azt mondja. If the hostility record is high enough for live and not, if it was too low, then... Van shooting statja? Mi? Hát de ilyenkor már az MDC, az action szerint. Nem. Ő most aktiválódott. Azt mondja, hogy not activate until trader pörzsöt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 
hol azt mondja, hogy... én itt látom ezt a... Na, a Special Instructions-nál látom. Ez automatically, az még egy roll a chance. Activation before activating, each NPC chooses the target, target for a target priority list. És ez hol van? Target priority list az a... Jó, az itt van benne, de az alapvetően az a purge lesz. Jó. Tehát jelenleg ott tartunk, hogy ugye látják, hogy valami történik, de még nem akarják kiírni a butlert, mert még nem, nincs annyira, nem annyira éles a helyzet, úgyhogy most jelenleg csak annyit csinálnak, hogy ők, két actionjük van, és ők elkezdenek haladni a pörzs fel, és megpróbáljuk majd lelőni, hogyha eléggé közel érnek. De nem fognak közel érni. Nincs lövőstátjuk? Van lövőstátjuk, van lövőstátjuk. Nem is lőni. Nem tudják, mert azért a tálban nincsenek még benne szerintem. Ez milyen tálban működik? Ó, de közövéjük. Médium tálban működik. De honnan látod, hogy médium tálban lőnek? Ja, bocsánat. Ja, nem, ők... Az nem. Ő benn van a börtönben. Ő nem, oké, de a többiek. Többiek. Ők viszont a kérdés az, hogy tényleg milyen tárban lőnek, nincs ráírva. Igen, nincs fegyver megadva. Nincs fegyver megadva, csak az, hogy lőnek. Jó, egy fél pillanat, akkor fellapozzuk a szabálykönyv vonatkozó részeit, mint a civilians. Jézusom. 40, 48, 49. Oh, Jace is kapitány. Az ő startjuk az érdekes. NPC Statistics, 16. oldalon kell nézni az NPC statisztikát. Jó. Azt mondja, 2. Azt mondja, this is number of dice. Shoot up to medium range. Oké, magyarul médiumig tudnak lőni a civilek is. Azul. Na, akkor tök jó, mert ők viszont lőhetik a pörcsöt. Egyből. Akkor még segítenek is nekünk ideig, óráig. Amíg oda nem érünk. Aha. Aztán minket lőnek. És igen, az a helyzet, hogy jól raktam fel ezt a terepet, és itt tényleg nincs ajtó. Tehát nekünk itt erre körbe kell szépen menni. Igen, azt mondtam szándékos. Holy Christ. Pont szándékosan van, hogy raktam. Igen, hogy ott szívünk a torkosból. Jó. Akkor most lőnek a civilek. Nem mind a kettő, csak az egyik szerintem, mert a másik nincs médiumban. A? Az nincs médiumban. Bizony, ő majd akkor közelebb jön. Hát akkor a közelebbivel kezd, ő pedig a... Nem a Jace, ő a... Hanem a Hoskins. Hoskins. Nem, fordítva, ő a Jace. Tök mindegy, kettőt lő mindegyik. Igen, mert ez egy férfi karakter. Na, lövés. Kék kockával mindig lövünk, és amennyi jön mellé, az mind piros. Tehát, hogy a kettőt lőnek, akkor az egyik a kék, a másik piros. Akkor Jace lő először. Tehát az egyik action a lövés, a másik is az lesz, amúgy tök mindegy. Hát köszönjük szépen. Nem az lesz a másik. Na és akkor mi történik? Ha az első action-jével kész van, akkor mit csinál a második? Hát ilyenkor ő szerintem egy helyben marad, mert ugye célpontja nincsen. Target engage-ül nem pészi. Nincs target, tehát hogy nem lát senkit. Nincs losszban. Shooting, yes. NPC shooting, shooter. Azt mondja ez a táblázat, hogy short test route, de... De ugye mi a target? Purge, Gangsters, Galactic Corps, nem vagyunk benne traderként. Ez az. Tehát akkor nem csinál semmit. Ja, lehet, ő nekünk lehet, ő nekünk simán lehet, izé. Mi? Ez az NPC AI Actions, hogy ez kire vonatkozik, nem hogy ki a target. Tehát mi simán lehetünk targetek, de még nem vagyunk targetek, mert nem látunk minket. Magyarul, amikor ő, először megláttak onnan, attól leszünk targetek. Pontosan. Ők akkor most lőttek egyet, és akkor most meg ott vannak szépen a segükön, mert ennyi köszönjük szépen. Ám de! Nem megy el. Azért, a másikat, másiknak megy. Azért nem megy nyom nélkül el ez a történet, mert kapunk egy peget. De nekik nincs pegjük, úgyhogy ők nem adnak hozzá. Ettől még lőnek. Úgyhogy ők de nem, az csak, hogyha a target, tehát hogyha van pegjük a célér lövése, nem számít szerintem. De, ugyanúgy számít, mert ugyanúgy zaj. Csak hol vannak a pegek? Megint elraktam. Tegyél be egy zöldre. Jó! Na jó. Na, jó van. Következő. Egyből gárdít a tegyük. Viszont akkor a másik NPC... Semmi, ő seggen marad, mert nincsen targetje. Na jó, de akkor olyan randomizálása a dolognak, nem? Vagy nem, nem, azt mondja, hogy nem, igen. Not activate, hanem onnantól ebből AI chart. Oké, jó, kör, kettes számú kör. Ne, előbb csináljuk az assessment, én átadom a körjelzőt. Ja, jó, igen.
Igazából semmi extra nincsen. Nincs más effekt. Akkor te jössz jelölt. Én meg teszek egy teget. Tepeg. Most már a Watch Your Back-be léptünk át. Szerintem hamar volt. Azt mondja, hogy turista. Egy civil lép be a boltba, az egyik kereskedő mellett, hogyha nincs egy se, akkor a hostility egy elején megy. Most ugye van civilünk nyilván, előveszem Kaorit. Van ilyen esély, hogy van esély arra, hogy nincs elég. Aha, hát ha már minden civil föl van, vagy mindenkit megöltek, akkor itt jön Kaori. Azért őt teszem föl, mert ő van festve. És hova jön? Oda. A legközelebb a traderhez, legközelebb ilyen entry pointhoz. Mm. Igen. Hogy entry, igen, ebben az entry pointhoz jön. Jó, még előkeressük az ő kis lapkáját is. Egyébként Kaori nem egy erős karakter, tegyük hozzá. Ő az egyik előző történetben szerepelt, ahol egy hackert kerestünk. És az volt az a játék, amikor úgy kezdődött az item. Úgy kezdődött az egész játék, hogy kihúztunk egy olyan eventet, hogy aktiválódnak az állomás automata rendszeré, és konkrétan mindenkit megöltek az állomáson, Kaorival kezdve. Úgyhogy az egy eléggé sivár küldetés lett a végén. De mondjuk annyira nem, mert ott sok ellenség jött be a végén, úgyhogy azért ez mozgalmas. Ott is menekültünk, hát mindig. Futottunk, mint az állat. Na! Most mit csinál Kaori amúgy? Most semmi, majd civilként aktiválódik. Persze, simán. Azt a magamról is peckó még a... Ja, nem. Az eventen. Na, Köbi. Kör. Trader Phase, bizony. Na, akkor most figyelj, én azt mondanám, hogy... Kezdjük a Danikkal, itt szólsz. Kíváncsi, hogy mi van a dobozba. Jó, akkor egy proximity-vel odébb közé. Egy proximity-vel odébb. Hát az tedd base kontaktban önmagával, az jó. Az, hogy ez kevés egy proximity move-val, hogy ideérjen. Kevés? Kevés. De egy move-val akkor ide megy. Nem jutott kiszámítva. Ja. A másik action-nál pedig keres. Másik action-nál keres. Kiveszem azt, amit nem szabad neki keresni. Dobja le. Ja, úgyis jó. Nem nézek oda. És megtalálta ezt, ami egy Mission Objective 5 UA. Uh-huh. Tök jó. Ez ilyen kis extra meg lehet találni. Tehát a hajóra vagy ilyen nem nála? Hát hajóra nem, ezt nála lesz. Ja, azt nem az objektívet. Nem. Unfortunately nem. Jó. Oké. Okay. Odament keresett, és most proximitizik egyet arrébb. Uh-huh. Oké. Okay. Gunnick köre meg volt. A stratégia akkor az lesz, hogy szerintem minden az ablakból próbáljuk meg kivenni a civileket, mert már onnan lesz egy coverünk. Uh-huh. Ez jó. Ez a civileket, hát bocs, az izének az őreit megpróbáljuk kivenni, jó. És én ezt egy... Nem baj, jobban hozzuk a civilekre, de ez egy... 2, az 3, onnant 3. Meg 5, az 8, meg egy proximity-val beállok ide, az. És minden szép és jó. Good! Köv-körben már kapja is a golyót az egyik. Jó. Te jössz? Hát szerintem én is oda megyek, mert... legyen akkor már erősítésed. Uh-huh. De... szerintem beállsz ide mögém, azt gyere, keressek. Mert itt már nem, mert itt már kerestünk egyet. Ja, itt már kerestek, igaz, jogos. Akkor ez nekem 2 ide. Meg 6 idáig jövök el, igen, mellét. Igazából mellét be tudok elrövni, látom. Ide. Jó, szuper. És akkor már csak egy valaki van meg. Uh-huh. Jó, meg be fog jönni, de figyelj, szerintem a haditerv az rohadt egyszerű. A skill pontoddal a hajó át fog repülni oda, uh-huh. Kimentjük a butlert, és kivisszük szépen aztán. Az kettő, L2-es move, az sounds good. Két skill point, és van nekem még 5, úgyhogy... bőven jó lesz. Na, akkor meg azt csinálja, hogy átlép ide első kanyarban, és azt mondja, hogy szörcsög egy jót. Apropó értékes ládák. Itt vannak ezen az, ez a kettő. Figyelj, olyan nagyon értékes, igazából van egy darab ritka item a ládába. A nagy ládába? De őszintén, olyan nagyon értékes tucik nincs. Az a nagyon értékes tucik, az egy nagyon messzire lövő pisztoly, de én most nem görcsölnék az a... nagyon messzire az mit jelent? Mert nekem van 3-3-1-es pisztolyom. Azt hiszem médiumon ki, na akkor ennyi. Akkor itt írni, ha nem jobb. Na most az a helyzet, hogy igazából nekem is van egy 2-2-es pisztolyom,
Mac-nek van egy 3-2-es pisztolya, csak a Gunniknek kell egy közepesen használható fegyver, aztán kész. Jó. Vagy a két, vagy a mission közben veszünk valamit. Veszünk valamit. Na mindegy, a Mac szörcsök egyet hátra talál jót. Hells. Tök jó. Ezt nem is veheti föl, mert ez ingyenes item, úgyhogy ezt nem is lehet, hogy benne legyen. Nem, ez nem is lenne szabad, hogy benne legyen. Kerül bele, hogy mindenkinek osztottunk volna. Na. Ez mi? The fuck is this? Te válogattál. Talált meg egy jump packet. Ha! Az mekkora vicc már. Megnézzük, hogy ez még pontosan mit csinál. Ráadásul a legjobb az, hogy mint látod, érte, ide mutatom. De ő nem veheti itt fel. Van egy, hát ő kevésbé veheti föl, de odaadhatja más, de ez jó lesz majd a hajón. Tehát ez egy jump pack, ami itt van. Istenem, de pocsék ez a kamera. És itt van rajta a jump packen egy kis jel, egy ilyen kis pipa tulajdonképpen, ami nem más, mint az, hogy egy proximity attack-ből ingyenes actionből lehet csinálni. Tök jó. Úgyhogy megkapott egy jump packet. Nem túl méret. És azt hiszem, ez az, hogy egyszer használ az elforgatóikon, akkor fejjel lefele kell forgatni, gondolom. De mindegy, vicces lehet. Mondjuk, biztos újra lehet tölteni. Biztos. Vagy úgy újra tölteni a körök között. Majd megnézzük ki a kis cippós izével. Várjál, visszamegyek, hogy hajóra feltöltöm a játszát. Maradó, beszívtam. Amit lejtettem egy, azt a health izét lejtettem. Akkor az ne is tett bele a dobozba. Nem teszem bele, kicsit fogom tenni oda, nem tudom. Hát egy belakmányban, ahol a hajón lévő cuccokon. Ne, te igaz, kell is egy. Az a hajón kell lenni. Jó, lényeg az, hogy meg volt eddig... Igen, ő meg volt. Meg voltunk minden égyen. Oh, Jesus, tényleg voltunk. Most jön a purge phase újra. Most jön a purge phase. Most te dobod. Én dobom, és ami sokkal rosszabb bennem, és devastátoroknak is kell dobni egyet. Azzal kezdem, mindig föntről lefelé? Bizony, föntről lefelé kezdünk mindig. De várjál, fönt a Harvester van, úgyhogy. És az alapból kettő jön. Ja nem, bocs, a másik. Ne, sor. Azért ne. Csak bocs, jó, backbe vagyunk, oké, akkor egy. Please don't. Akkor egy Harvester kocka. Jó, igen, és még egy annyit fogok tenni gyorsan, hogy ezt a kamerát egy picit följebb állítom, mert amilyen bataki fókuszál. Rémséges. Ja. Harvesterek. Nem jó. Nem jön. Ha jön Devastator, ugye az jó lesz. Miért nem jön a Devastator, jó? És hova jön a Devastator? 4-esbe. Oda jön rögtön. Az szuper lesz. És az lő. Ülni fog, és szerintem úgy ki fogja... Hát már is, is aktiváltad. Hát bizony. Ilyen az activation phase. És ugye rangsorrendben megyünk, és mindig az aktiválódik először. Pontosan, tehát a Devastator fog kezdeni. Elő sem veszem a range trackert, benne van. Nem, mert simán benne van, de hát ugye ők amúgy is bármeddig előnek. Egy dolgot hadd nézzek még gyorsan. 14, 15, 23, 26, ez a cover. Hogy érdemes ezt játszani a covert. Ja, mert ő félig coverben van? Hát ő... Nem, igazad van, nincs coverben. Nem, nem, a generátor... De nem, mert ez a generátor... Amúgy nem takarja, hanem ha középről nézzük, ha a közepéről nézzük az emberkének, akkor pont a generátor mellett megy el. Nézd csak. Nice. Így megy el a közepe eloszlop. Oké, oké, oké. Jó. Hát szó, mert azért egy picit a sarka védi a fejét. Az nem érdekes. Ja. Figyelj, a partial cover ez legalább tényleg, hogy takarjon valamit. Tehát, hogy nem, szerintem az nincs coverben. Itt áll, akkor már oké lenne, de nem ott áll. Szerintem van, és fogott állni, mert hogy jön a Devastator, aki mennyit is lő. Itt van a stat előttem, ő konkrétan hármat lő. Úristen, that sucks. És nem jammált. És hány volt? Köszönjük szépen, tök mindegy, volt neki egy pajzsa. És hány HP-je? Egy. Ja, mindig egy van, tudom. Mindig cíged. Egy. És ő, hát köszöntök szépen a részvételt. És akkor így most a Devastator második actionje az nem játszik, mert a Devastatornak ugye össze vannak kötve az actionjé, ahogy itt a kis táblácskánál mutatja. Link action. És láncos. Bizony. Láncos királylány. Az egyetlen egy jó dolog, hogy a Devastatorból kettő van összesen. Több nem jöhet fel egyszerre. Jól van! Jól nem építesz magadnak fémulat. Igen. Jó, purge phase meg volt, most jön az NPC phase. Ugye az őr az nem aktív, Butler az amúgy sem nagyon aktív. Nincs NPC phase, most és nem vagyunk cover. De ott van Kaori, bocsánat. Ja, tényleg. Neki loszba is vagyunk. Loszba is vagyunk, és de ő fog csinálni ilyet. Azt a kockával dobott ki. Ezzel dobtam bizony. Yeah. 4-es. Bocsánat, ő így állt a kocka. Ez azért fontos. Az a join. Az a join kocka bizony. Azt mondja, hogy ha van short range-ben lossban, akkor joinolni fog. Mennyi a short range-ben van ez vajon, vagy nincsen? Igen. Ő nagyon short range. Magyarul Kaori látta, hogy itt vagyunk mi, és ő azt mondja, hogy akkor csatlakozik is hozzánk. Happiness tabletta.
van egy új tagunk. Na ugye fontos, hogy most nem jön majd velünk, csak... Nem automatikus, mert ő kiléphet bármikor amúgy kaland folyamán, és a kaland végén dönthetünk, úgyhogy megvesszük tartósan. Bizony, bizony. De ehhez... Magyarul próbaidős. De hadd mondjam azt, mint Game Master, hogy ehhez vissza kell jutni élve velünk a hajóra, ugye? Ami azért nem csak neki. Igen. A hajóra mindent fog jönni. Igen. Na most bemenne a hajóba, és nem... És mit hiba lenne? Nem akarok fölvenni. Ja, nem akarunk? Nem akarok fölvenni. Na, akkor játsszuk tovább. Akkor... Két kézzel tekereti a potom nyakát. Kövérjelző. Jó, és peg. Fekete peg. Kezdhetjük. Én meg húzom az eventet. Hol a fekete peg? Mindig elrakod. Mindig elrakod a fekete. Te rakod el. Itt van. Én odaadtam neked, te raktad. Akkor én raktam el most kivételesen. Na, most megint miben vagyunk? Watch your back-ben. Figyeljük a saját hátunkat. Karóra hátad, bocsánat. Getting greedy. Az egyik trader túl sokáig keresgetett értékes tárgyakért, és felhívta a figyelmét a pusztítóknak magára. Fú, de furán hangzott ez magyarul. Na, tegyünk egy harvestert a legutolsó search counterre. De ugye hol search-öltünk utoljára? Akkor ott. De hogy a search counterre? Hát nézzük. Hát mert ott search countert kellett volna helyezni, ahol már kerestünk, tudod? Hogy jelezzük, hogy melyik szobában volt már keresve. Oké, nyilván. Hát nem counter marker amúgy, de... Csak az a bajom ezzel, hogy a search marker azt bárhol leteheted. Tehát, hogy ez nem olyan, hogy... Igazad van. Ez hát akkor ez random, mert ahol leteszed, oda jön a harvester. Hát ez a randomság a játékban. Na hát, ezt még nem játszottuk. Na most az a helyzet, hogy most azért tök mindegy ez a dolog, egy picit, mert a... Tehát úgyis négy incsen belül lesz a meghez. Mert ő meg ott az egész szoba olyan kicsi, hogy meg lehetett volna bárhol egy-két lépés. Pontosan. Figyelj, itt nem szörcsögtünk még, ugye? Nem. Jó. De az amúgy meg egy nagyon nagy szoba, nézd meg. Jó. Tehát ott tehetünk volna akár ide. Viszont akkor az azt jelenti, hogy jövőben stratégiáztunk azzal, hogy hova teszünk a szörcsmárkert. Na jó, itt a kártya. Én egyébként azt mondanám őszintén szólva, hogy szörcsmárker, és mellé dobsz egy kockával, és azon az irány plusz a távolság. Egész jó, fejlesztő tovább a játékot. Ezt most így a Warhammeres múlt értett, tehát akkor is az volt, hogy... Legyen ez kettő benne. Ez kettő, pontosan. Mi meg volt? Na, hát miért akkor ugye... Hát mert izé, Facebook azért jövünk mi. Csináljuk az actionjeinket, figyelj, a Mac alapvetően törődik egyébként ezzel a kis szerencsétlen loserrel, mert szerintem őt pont nem érdekli. Tehát a Mac elmegy innen arra, egy proximitív... Szerintem menjen a láda felé. Duhasz rekt? Uh-huh. Van, de linkszem is van, nem csak rekt. Az az. Links would high fear. Na, onnan jön. Az most track verziója. Igen. Az egyetlen egy probléma ezzel a mozdulattal az egyébként, hogy ha ide egy három, egy ide devasztáltat bejön, akkor úgy lövi segbe megket, hogy és mennyire gyenge. Meg eléggé gyenge, van neki igazából egy kettő ütése és nulla pajzsa, tehát hogy... Négy, de gyógyul viszont, ha yes. Ügyes. Uh-huh. Igen, van neki egy darab machine skill, amiket közben nem csináltam, meg jut eszembe. Na jó, hát ősd el. Igazából mi úgyis kilépünk a coverből és elkezdjük lőni a maradék őrt, addig neki nem lenne sok minden ő... más dolga, de igen, inkább gyáva. Figyelj, inkább gyáva, mert ő gyenge. A harvester úgyis utána fog menni, de hát ez nem érdekes. Viszont a következő körbe oda mehet, hogyha nem jött harvester. Ha viszont ide bejön egy deva, aki nem tud mit csinálni, akkor ő oda megy és így üti le. Ugyanis ő azért üt alapból mindenféle izenékű kettőt, vagy sorton és be három kockával fogja és meg a bajgatja picikét. Mert a harvester, tehát a devastátornak is egy pajzsa van. A devastátorban az a kemény, hogy alapvetően lő három kockával. Kétszer. És így oké, hogy szalmabábú, de erős szalmabábú rohagyom meg. Jó. Na, én a főnököt bemozgatnám egy kicsit előrébb. Szóval. Szerintem egyet ugyanúgy lépnek vele. Igen. De nem is tudom, hogy kell annyi. Hát kell. Hát egy mozdulat kell. Szerintem. Hát ugye nem kötelező lépnem a négyet, de szerintem lelépem, mert egyszerűbb. Most a jó kérdés az, hogy mert akkor erre a részére kerülök az ablaknak. De tudsz úgy lépni egyébként, hogy ne legyél loszba a devastátornak? Igen, a következő proximityvel a lövés után átlépek a coverbe. Jó. Ez a terve. Oké. Stratégikus. Zéa, good. Na, én akkor szerintem... És kilövöd a civilt? Nem, az lenne a cél, hogy várjuk meg, amíg a devastátor elintézi. Hát, az a baj, hogy a devának ő nem lesz loszba.
Tehát, hogy ne, ha nincs torzba, akkor elkezd mozdulni a legközelebbi felé, és mi van legközelebb? Hát akkor ő lesz a legközelebb, de... De Linktek sem, úgyhogy nem fog lőni a következő körben, hanem csak igen, mozog. Igen. Ha viszont nem, lelövöm és meghal, akkor viszont defaultból velém jön, felém jön. Kivéve nem vagyok losszba, de akkor is. Ugye miért jó részbe tudsz lőnire? Akkor is, de miért lőjön ki? Most ilyen szinten hagyhatnánk, hogy ők elintézzék egymást. Én erre gondoltam. Igen, meg gondolom, a következő körben egyet mozog. Linked action, nem fog csinálni semmit, csak mozog. Mert ugye nem tud, nem lát igen. mást. Igen. Utána körbe lő, addigra én már oda tudok. Figyelj, mert mögé jelen, mert nem lesz cover. Nekem nem is kell cover. Figyelj, súnyogjunk be mind a ketten ide. A devasz be fogja menni szépen nekem a címére. Ez az ötletem. Akkor viszont még egy proximity-vel oda megyek, nem? Csak egy proximity, és tudok egy search action csinálni. Jó! Arra a szobára, és tedd a search marker-t a sarkába. Megnézem, hogy jól raktam-e föl. Jól raktam elvileg. Igen, igen, tehát ez és ez a rész, ez külön van. Az hogy? You know. Itt van az elválasztó. Tehát van értelme a térképen. Ez a... Ja igen, még egy dolog, ez nem is mutattam. Ugye, hogy ez nem randomba raktuk fel az egész sztorit, hanem itt van egy gyönyörű szép térkép, ami szerint épül ez az egész. Ez ugye elválasztott szoba. Aha, beom. De eddig nem játszottok, azt hiszem. Vagy csak rosszul emlékszem? Nem, eddig nem nagyon szörcsögtünk ilyen szinten. Ja, jó. Na, adjál tárgyat. Húzzak magadnak? Várjál, húzok. Te már igen, de várjál, hogy én húzok. Hát el vagy, adok neked. Egyszer sajtem. Úgy tartom. Én akarom a tárgyat. Egy pisztoly, sima 2-2. Hát, az tök jó, a Ganiknek az tök jó, erre mondtam, hogy elteszem. Tedd el neki, erre mondtam, hogy neki egy ilyen átlagosan jó fegyver, elég lesz, az kész. Milyen extrát tud a pityú? De van benne egy kis lézer. Az egy burst, igen, ja. az nem rossz, az ki tudja lőni az összes megjét. Ja, hogy egyszer el tudja lőni az összes. Pontosan, pontján. Figyelj, én pedig azt mondom, hogy akkor én most itt szörcsölök egyet. Én most itt kezdek, nekem azért proximity-ből megy. Én jó, ha előttem, vagy te át fogsz lépni rajtam, vagy nem? Befélsz el még? Figyelj, te proximity-t csinálj, hogy oda tudsz lépni, ennyi. Jó. Jó, én most akkor kiveszek viszont egy ilyet. Hú, nem ez egy meg pajzs. És az neki jó? Shield pod upgrade. Ez neki nagyon jó. Ez mehet is a mecnek. Csak nem most, hanem majd. Ezt hazavisszük szépen. Ezt kell adni neki. De nem, oda jöhet, átadhatod neki. Hát majd ha oda jön. Figyelj, kettő meccsre bejön mellé. Hűség, igen. Jó, következő akkor most jövök. Ha jön előbb, bejön, átadod neki. Figyelj, én kettővel léptem ide. Jó? Kivéve, hogy egyek sem beszörcsöltél. Nekem effort lesz. Ja, tényleg neked effort lesz, persze. Van Google-om. Igen. Google.com-on rákerestél. Jött. Ganik nem jött még. Most Ganik viszont felveszi az EUH Trinarchátusnak a futó csukáit, az egyiket, és azt mondja, hogy ő bizony. Hát mert jön utána, mert ide megy a hajó, nem? Nem menj vissza a hajóra. Gani, becsirkulsz? Hát figyelj, azt is látod, hogy utána átmozgatjuk a hajót. Figyelj, bemennek oda ketten, mind a ketten, átmozgatjuk, és akkor itt lesznek. Jó, és akkor majd a Kaori is kijön. Jó, mit szólsz? Kaori is kijön. Jó. Mint ötlet, hogy és akkor transportként funkcionál a hajó, amit nem használtunk eddig, csak menekülőfunkcionálnak használtak. Csak futottunk eddig mindig, mint a csikken. Sőt, amúgy jöhet. Ide jön, akkor egyből ládázhatnak. Hát például kokárja. És amúgy takarásban lesznek az érkezők. Igen. Figyelj, meg van mit csinálok a köv-körbe, ennyi a sztori. Jó, szerintem NPC fész, nem látott semmit. Az a kérdés, látott engem attól, hogy megálltam az ablakban? Mert akkor elkezdődik. Nem, neki most van losz. Neki most nézzük most a losz, úgyhogy nem lett semmit. Nincs semmi. Jön a pörcs. Nem jön a pörcs, assessment fész jön. Assessment fész, mit assesszelünk? Ja nem, akkor először jött, de pörcsel már. Ja, nem mozdultunk velük, bocsánat. Semmi az NPC phase előtt kiálltuk a pörcsöt. Ezért mondom, először jön a pörcs. Hát akkor négy. Ez toly, először jönnek a pörcsök. Én már mozogtam volna vele. Hát tudom, hogy mozogtál volna. Az a... Először a harvesterekre. Igen. Semmi. Nem jön, most egy devastátor bejön. Passive bejön. Yes, hol jön? Yeah. Kockát. Hatos, ugye? Dobj egy hatos. Hatos! Az azért volt, hogy már itt van, és egyébként akkor köpködben... Lelövi a hajó. Ezt mondom, hogy köfkörbe úgy kezdjük, hogy lelövi a hajó francba. Nem, ott hagyjuk. Egyébként hagyhatjuk ott, mert akkor nem jön másik. És kettőt mozog, hát azért mondjuk elég gyors sajnos. Ez most ő már, az, ugye ő úgy keresi a lost, hogy ő szkennel, tehát neki nem... Húha. Na ez az, lehet, hogy mégis érdemesebb lelőnünk. Nem, lostba nem vagyunk lostba, de ugye szkennel, és ugye a távolság alapján a legközelebbi arc felé megy, aki most jelenleg a Mac, ugyanúgy. Uh-huh. Úgyhogy elindul szépen a Mac felé.
mint tudjuk, mint viszont róla tudjuk, hogy meg chicken, tehát hogy ő meg el fog tűnülni a hamar. Viszont a, csak addig mozog, amíg losszban nem ér, vagy mozog tovább is. Szerintem az a logikus. Itt most erre gondolok, hogy csak négyet mozog, mert ugye neki ez elég az, hogy losszban legyen. Igen, igen. Vagy megmozogja a dupla actionjét. Szerintem nem fogja lemozogni a dupla actionjét. Akkor... Ő bemegy losszból, de a fal mellé, honnan már tud rá lőni. Akkor mit mondjak más, mint hogy ideje? Semmit. És azt mondja, hogy töltöm a fagyvaramat. Na. Hűha. Megint nem történik semmi, úgyhogy ez jó. Kérem szépen a kört és önök a vitt. Majd. Én a Peg. Peggy Bundy. És nem lőttünk ebben a körben sem. Erre, hogy... Bocs, ez a Harvester még bemegy meg után. Ez lejön, mert ide húzom a kis üzet. De nem fog utolérni, mert a Harvester lassú. Harvester of lassú. Szoró. Jön a következő Peg. Érkezik. Húzom az event kártyát. Ezt meg tedd akkor oda. De... Azt mondja, hogy az event kártyánkon most már Watcher Bagben vagyunk, azaz, hey! A legközelebbi Purge-höz lévő civil megzavarja, és a Purge-öt a civil felé kell mozgatni. Ő a Purge, ő a civil. Legközelebbi. Legközelebbi. Mozgatni kell felé, szerintem nem fog felé mozogni, mert nincs érdekében. Ennyi. Na akkor, de event kártya azt mondja. Pillanat. Mert a Purge distracted, move a Purge towards this villain card. Okay, distracted, akkor, szóval aki mozog oda mozog, de nem fog base to base-be menni vele, mert ő Harvester, ő Devastator és amúgy nem hülye. De oda... Ja, de várj egy picit. Ez egy event. Story. Egy baromi fontos dolgot kihagytunk. Civil fázis. Úgyhogy még ezelőtt, ez a de... civil, állj, ez a civil rá fog lőni. Megazad van. Hm? Jó, mindegy, nyomjuk a lövés gyorsan. Ő két kockával lő a Devát. Hát nem tudom, tavaly is. Azt mondja, sajnos megy, ez kevés. Azt mondja, megy felé, tehát hogy ezt nem mondja, hogy tavaly, de mennyivel, azt sem mondja amúgy. Csak move. De a move az mind egy move action-t jelent valószínűleg. Erre mondom azt, hogy én vagyok a GM, ja. És azt mondom, hogy ő csak egy picit pozícionál. De akkor miért kell majd közelebb jön? Jobban tud lőni. Mindegy, short range-ben volt. Tök mindegy. Short range-ben volt. Tehát, hogy négy incsen belül van, short range-ben, úgyhogy csinálom mindent. Jó. Bocsánat, viszont kétszer lő a Devára a csávó, Csajci. Egy. Az is ugyanúgy egy, tehát ez sajnos semmit nem ér, mert egy pajzsa van a Devának, úgy nem sikerült kipusztítani. Majd a Deva jól kipusztítja a civilt, úgyhogy nekünk muszáj is kilőnünk azt a Devát onnan. Na. Jó, next round, de meghúztuk az event kártyát, és teljesen jó. Ott fogunk dobni az etetet. Bizony, trader face. Csak kivettem a kártyát. Na, akkor trader face. Na, szerintem ugye most lesz, most jön annak az ideje. Hát neki most oda be kell lépnünk szerintem, és ki kell lőni ott mindenkit. What do you say? Igen, én is azt mondom. Csak szerintem... arra kell figyelni, hogy ha cover... Igen, ezt a civilt kell kilőni, mert a coverménél ő meg akarja ölni majd a butlert. Jó? Még nem. Na, a következő peg az már... Érte, most lövünk egyet. Én most lövünk ja, egyet. Hát vagy azt csináljuk, hogy hagyjuk, hogy ugye először civil fázis jön, megpróbálj lelőni ő is a Devát. Sőt, először Purge fázis jön, aki lelője ezt a civilt nekünk szerintem, ja. Csípőből, és közkörben kilőjük. Be kell lépnünk, de úgyhogy ne mi legyünk a legközelebbiek, mert a legközelebbit fog lelőni. Pontosan, pontosan. Tehát le kell tartanunk azt a távolságot tőle. Én azt mondanám, hogy én konkrétan ide a cover mögé szeretnék bejönni, mert akkor coverbe is leszek ráadásul. Jó, ez őt. Szerintem... Én azt szeretném, úgyhogy én nekem... 8 inchben szerintem az... Várjál, mert egy inchet igazából itt, az 4, meg egy proximity az 5. És mi lesz itt? Meg még simán benne vagy. Még proximity nélkül is benne vagy. Tehát elsétek meg ezt mellettem. Úgy nem tudjuk megcsinálni, hogy legyen még egy action. Egy effortless-ed lesz. Ennyi. Mi az effortless? Már tudom én. Utána a Mac cseréljen az évvel, arra volt szó az a következő. Figyelj, a Mac először szépen ide fog menni, megnézi a ládát. Így kezdünk. Mégpedig a láda túloldalára megy. Megnézi a ládát? Meg alaposan megvizsgálja. Hány ilyen pont fogunk még elnyomni ma? Csak egy kedves nézőik is érezzék a szeretetet. De ilyen countert kellett volna tenni a chatbe. Igen. Mekes poénok száma. Növeljük a countert. Szarszóvic counter, ja. Vagy kockával jelölhetnénk. Na akkor... D100-at elővegyük. Figyelj, Mac-Moss szörcsök, és ez azért fontos, hogy a Mac-Moss szörcsök, mert ő vagy egy hosszú combat swordot húz, vagy pedig egy ilyen tiritka pityut. Na, úgyhogy kérlek, mostan. Dobjál nekem egyet D6-tal, 1-2-3 pityu, fölötte meg izé. D6. Ha, szuper, a 2-3-at ütő.
izét húztad be meg. A sors eldöntötte. Bizony, hát sajnos akkor a ritka pityú az már a... Egy, van másik hosszú kettő, áldal? Itt van kettő, meg még egy, tehát három hosszú áldal is van. Hát akkor, ha esetleg bemegyünk oda, akkor kihúzhatjuk. Szerintem, befér. Pisztoly, egyébként az officer's pistol, ez nem... Hát kettő-kettő. Egyébként a hajó be tudna jönni ide. Közvetlenül ládához. You're saying something. És utána még vissza is tud jönni, akár idáig. Tehát tudunk mozgatni. Ja, jó, oké. Csak mondom. De nem, hát itt mi kijövünk. Hát, és ha ide jön a hajó... Csak ugyanilyen akkor hosszabb. Legyen már az benne. Mindegy, ők meg ketten ott vannak belepjön rajta. Amúgy most átmozgathatnánk, mit szólsz hozzá? Azt skilletből megcsináljuk? Persze. Ez egy L2-es. Ha ide tesszük erre a sávra, akkor L2-es. Ugye oda tesszük, tegyük oda L2-es és ide. Skillt. Szépen átvittük a hajót. Mondhatnánk a menekülő járművet. A láda mellé, hogy kell. The getaway car. Getaway ship. Na, és a meg pedig még nyom egy proximity move-ot. És ez azért lesz fontos. Mert pont olyan távolságban, hogy át tud adni a pucukát. Bizony, bizony. Én is nyomok egy proximity move-ot. És effort, de effort lesz bőle át tud adni, azt hiszem, az effort lesz átadni. Csak az a baj, hogy akkor viszont nem tudom proximity-ből, na várjál, visszatesszük ide, számoljuk ki. Effortless, use, throw, pick up, drop, swap, give, take, ez effortless mind. Shite. Nincs olyan skill-ed, amivel tudsz még effort plusz-ba vagy? Nem, sajnos nem. Figyelj, azt mondj csak, hogy én meg ide megyek be coverbe, mit szólsz? Mert ugye ez itten nekem egy 4 incses mozgás vagy coverbe. A search helyet feláldozhattad volna még a mozgást, hogy jó, de így is jön. Így is jó, figyelj. Megkapja a pajzsát. Pak, azt add ide a hajócucok kezébe. Hajócucokba. Kipöccintettem a kis lukacskát az ő kis izéjén, a lakkáján itt, és abban a lukba fog belekerülni ez a kis védő pajzsocska. Ami egyébként egy egyszer használatos cumó, azért ezt jegyezzük meg. Na jó, de több, mint a semmi. Hát több, mint a semmi, persze. Pont annyival több, mint amennyire ez jó. Pont annyira, hogyha ide dob még egyet, akkor azt pontosan, az pont ki fogja védeni. Jó, szupi. És akkor én a maradékomból ide bemegyek így. Uh-huh. Ott megyek, varázsolok egyet. Jó, megvoltunk. Következő... Ez mindig ilyen konfliktuszban áll az karaktered. Pörcs. Ja nem. Hát ők nem, nem ebbe a körbe mentek be, hanem az előzőben, nem? Vagy az előző volt, igen, azóta a hajó mozgott, és ők még nem voltak. Ők még nem voltak, bizony, Gálik bizony. Se, én azt mondom, Gálik kilépés megnézi ezt. Gálik kilépés szörcsök. Bizony. Adjál egy választható terméket. A termékszelekciót mutasd. Halli! Akciós a lézerpisztoly. Lidl Parkside. A lézerpisztolyt ma találsz, holnap már nem. Ez az, ahogy nekem. És konkrétan egy bőszmódos pisztoly. Na, akkor Gáliknak már van is egy tök jó fegyvere. Jó, meg is lett a fegyver. Amúgy ő tele is van, hogy ő vissza is mehet a hajóra. Nincs hol rakni az utcát már. Igen. Tehát akkor azt mondja, hogy proximitára kijött, szörcsögött. De maradott is, hogy meg tud lőni, hogyha mégis jön valami. Most meg maradjon, hogy maradjon, oké, nem fáj. Teljesen Kaorival. Kaori szerintem marad benne a kis fekete popsiján. Nézd, Láda. Jó, jön a Kaori. Sőt, Láda. Ladó, szemetes, ladó. Igen, menj. Jó, akkor a Kaori szépen be fogja mozogni magát. Maga elejétől a hajónak. Jó. Ez benne van, pont még a proximity-ben együtt, amelyikül is talán. Jó, te látod, hogy a ládához képest ő most hát, hova tegyem, mellé vagy hozzá? Jó, így. Egy incsen belül van? Egy incsen belül van. Akkor jó, körülbelül ez a lényeg. És amúgy a szobában is tud egyet majd keresni, hogyha akar. Következik ebben. Csak van-e helye a karakterlapján elég? Van neki egyetem bármilyen Kaorinak? Semmilyen nincs. Az jó, neki még karakterlapja akkor sem. Akkor elfér minden rajta. Amúgy meg tessék, itt van, adok neki egy karakterlapot. Uh-huh. Hol vagy, Kaori? Itt van. Nézd, berakom a kis speckó 3D nyomtatót egyedi tervezésű tartójába. Mint civil. Civil, igen. És akkor van neki egy kis tartója. Yeah! Na most jön. Az NPC, a pörzs fázis. A pörzs bizony. A jön a pörzs. Nem, először az érkezés. Mégpedig ugyanúgy a harvester. Mert ez van a szabály. Jó, egy darab harvester jön. Az, egy, kettő, három. Hat. Hatosra jön megint. Ez azért kafa, mert jó. Már itt nincs semmi. Ez tényleg nincs senki. Jó. Deva. Hát ő nem tudom, mert van kéne. Igen. Akkor dobd a. Hát nem dobok semmi. Jó. Deva lő. Három kocsak.
három kocak, és bizony-bizony a civilt fogja lőni. Hát közelebb van. Erő a target. Utána meg én jövök. Hány kocak? Csup, ez három kocak, és abban kettő találata van, úgyhogy ő ezt a civilt ezt el is állította innen, és akkor most állunk. Ugye? Igen. Igen. Tehát a targetje ő volt, ebben a körül is ugye nincsen több target. Úgyhogy magyarul ő most nem fog még egyet lőni. Így van, most mi van? Csak arra kell vigyázni, hogy a Butler nem lesz a célpont a következő ízében. Közelebb vagyok. Pont, akkor én jó. Azt látom, de ha nem, akkor is mi lövünk előbb. Igen. Te is lősz, én is lövök, meg sem meghalok. Igen. Ahogy és akkor most jön ez a Deva is, őt kell van először mozgatni. Basszus, tényleg. És ő is megy a megfelé. És ott van még egy Harvester is. Még egy Harvester, ő ki is lép innen az árnyékból. Hello. Ugye napszaknak és illanak megfelelően köszön. Viton ennek egy mérő lesz. Ja, az jár mindenkinek. Mozogtunk. Én kevesebb, mint 4 incs vagyok. Ő pedig 5. 4,5. Szuper. Én vagyok közel. Na, akkor a következő civil fázis. Nincsenek civiljeink, úgyhogy katvaság van. Következő kör jön. Átadom neked az izét. Akkor én hozom az eventet. Húzod az eventet, én pedig pegedek egyet. Pegiszú. És most még hál' Istennek Watch Your Back van, ami nem van úgy sokáig. Watch Your Back. Each player may restore 2 ammo or 2 health to a single trader. Hát, tehát, akinek nem, aki lőtt egyet, vagy akinek hiányzik egy HP-ja, de... Eddig jól tartjuk magunkat, hogy... De lőttünk egyet, ki nem? Ja, nem, az nem mi lőttünk, volt. Az civil volt. Akkor ennyi, akkor ez egy ilyen kártya volt. Jó, ez egy ilyen kártya volt. Jó, most jövünk mi. Na, stratégia. Én azt mondanám, figyelj, te vagy a kapitány, neked kéne beszélni Butlerrel. Én csak egy ilyen kis Helmsman vagyok, tudom. Jó, de előbb le kéne, előbb lőnünk kéne. De ezt mondom, hogy ezért jönnék én először. Bár, és most jön a bár, ha én úgy lépek be mellé, ugye, hogy én legyek akkor is közelebb, akkor úgyis én leszek a célpontot, tök mindegy. Ezért mondom, hadd jöjjek én először és hadd lőjem. Ja, jó. De amúgy is, hogy akkor is védve lesz. Jó. De jó, te jössz. Először hadd nézek egy range-et, mert hogyha én... Kaori range? Nem Kaori. Méri mérésbe tudok lőni, viszont hadd nézzem meg gyorsan, hogy mennyire szivatom. Ja, ennyit még sosem lőttünk. Én meg azért gondoltam, mert ha majd meg tudjuk győzni, akkor utána inkább menekülőre veszük megint a figurát. Az adott? Hát persze, még szép. Shooting range the soul. Nem akarod elő Kaorival a ládát kinyitni? Legalább a loot legyen meg. Ha már loot legyen kövér. Nyissa Kaori a ládát. És elhozza ezt a jó kis pityót. Bizony, azért, mert hogy... Officer's pistol. És másikkal meg szörcsögje még egyet a szobán belül, szerintem. A hobbi kedvér. Aj, Istenem, de vacak a fókusz ezen a kamerán! Még szörcsöget a szobában is egyet. De... Vigyük vissza a hajóra a faszba, hogy adjuk oda Ganiknak. Mert Kaorit nem fogjuk fölvenni a csapatban, max egy kis... Ja, de cuccot vérne még, hogyha most szörcsögne itt egyet. Azért gondolkoztam. De nem, most már szörcsöket, ez most egy search action volt. A kettő actionja van. Kettő szörcsöket. Kettő actionja van mindenkinek, nem? Nézd, X2. Igen, oké. Szörcsögjön, figyelj. Nézzünk, lootot. Szörcsögjön. Szeretjük a pénzt. Sok loot disznó, hogy győz, ezt tudjuk, ugye? Jó, megint növelem a countert a poénok. Mindjárt növelek egy poén countert. És akkor most húzom még egyet, te húzzál. Ja, te húzzál. Augmentált gránát, nem ezzel, volt. ezzel dobtunk hossá az előző csatában 4 darab törcsöt egy körben. Hallgass az öregedre, ezt rá is dobhatnám úgy mindjárt. Dehogy dobjuk, falunát. Ezt visszük magunkat. Na, és akkor most jövök én. Még van egy effort lesz, és akkor egy incset, egyet az innentől idáig elmegy. És akkor köpkörbe ki tud rohanni a hajó. Pontosan. Zél út. Na. Következő. Ja, bocsánat! És el ne feledődjön Attila, hogy a hajó amúgy rá tud lőni a Devára. Mert lost-ba van. Zérgút. Az neked egy skill lesz, nem? Nem tudom, a hajó fegyver használta a skill. Figyelj, megnézem. Ezt sosem tudom, mert kinek a skill-je? Miért pont a hajó? Igen, mert... Ennyi a hajó, tudom. Pontosan? 70. oldalon van. Van, passzív és végtelen. Három L3-on passzív. Legalább ja, passzív. Any member nyomhatsz ki a pontot. De passzív. Tényleg basszus, ez passzív. Level, azért vettük meg a level 3-at. Holy Jesus Christ. Hogy ez most ingyen lövés. Jó, na most ez viszont ez 3-2-1-es.
Tehát long range-ben ez... Ez nem long range, ez medium-ban benne van, nézd. Medium-ban? Ja, nem, nincs benne. Hát... Nincs benne. De! Rajta van a bézen. Oké, megyek a kavics. Rajta van a bézen. Akkor ez két kozó. Akarsz azzal lőni először esetleg? Miért ne? Mert lehet, hogy egyszerűsít a dolgunkat, nem? Kettő kocka lesz. Kettő kocka. Ezt igen. Te dobod, és pont látszik a kamerán. Pont éhez! Istenem! Az igen, az ott van. Így lehet jó nullásra. Szépövés volt főnök, szépövés volt főnök. Na, most jön jó. Na, most jövök én. Én nekem egy 2x2-es pisztolyom van, ezt már... Jobb, hogy ne jobb, mint hogy 3x3-os lenne. Bizony. Hát egyébként ez 2x2-es. Istenem, ez a kamera. Borzalom. Jó. Egy peget azt rá is dobok szépen. És át is mentünk a következőbe, nem is átmentünk volna, tök mindegy. Jó, és akkor jön a kettőt lövő pisztolyom, ami még hogy nem fog besülni. Az enyém hármat lő. Jó, oké, tudom. Csak majd élök utána. Ja, de nem mert én dumáljak, azt mondtad. Hát, ezt kapitány, ezt egy elsőri. Volt egy devasztátor a pályán. Volt egy devasztátor a pályán, most már nincsen. Na, egyéb kérdés. Szörcsögjek? Azt csinálod, amit akarsz. Én szörcsögök egyet, amúgy is van effortless szörcsöm. Aztán figyelj, menjek én vissza a hajóra? Na, maradjál, még lehet, hogy gondolsz. Így jön egy harvester, azt lőd le inkább. De azt majd meg kell kintézni. Teljesen legit. És egyébként itt van egy deva, szóval... Tök legit. Vagy hol van? Ott van a deva, tényleg. Tehát arra még készülj, azt mondom, ne menj vissza, de ha esetleg partial coverbe bemész, akkor onnantól te legalább védve leszel. És onnantól, mint egy őr állhatsz az ajtóban, és lövöldözhetsz arra, aki be akar jönni. Mit szólsz? Csak úgy akarok állni, hogy ne legyek semmilyen szinten. Hát, nem hát legyen itt a partial-be itt mellé, és érted, mire gondolok. Viszont vagy, akkor most nem lövök ebbe a körbe. Várj, a Mac-nek van egy 3-2-es. Azért mondom. Oké. Tehát, hogy, és de legyél készen arra, hogy megvédd a... Jó, körülbet. Én akkor itt vagyok. Mit szólsz? Az őr pozíció. De aztán nekem pörsvédőjed meg nagyon gyorsan abát lehet, mert... Nem rajta múlik a kockákon. Én jöhetek? Jöhetsz. Hát, ez nekem pont. Várj, ez egy move. Az pont elé visz. 4-es. Az. És akkor hogyan is csináljuk a pörsvédet? Na azt mondja, hogy join your crew. Most nekünk join your crew lesz egyébként. Persuade an NPC, you are in base contact with, if you are unengaged. Trade an item, join your crew, make a mission. Roll a combat dice equal to your character skill stat. Neked skill. Mi a skill? Akkor te mész meggyőzni. 5-ös. 5-ös skilled van, tehát hogy... Tehát most dobjak egyet a... Ne egyet, 5 darab kockát megfogsz. Ezt az 5 darab kockát megfogod. Combat dice, igaz? 5 darab combat dice-ot megfogsz. És az ő armorja a skill. Nem, az ő P-ben ügyes skill. Igen, az a P-je. A P-je. Na, a P-je, neki egy darab P-je van. Roll like armor. Igen, mint hogy armor ellen. Still scores a hit, the action is successful. Na nézzük, hogy csak sok null. 5 kockából lehet sok nullát dobni. Ez megvan. Megvan, oké, akkor Butler is átállt hozzánk. Ha átállt hozzánk, már mozoghat is? Szerintem már mozoghat, viszont egy dolog. Nekem viszont van egy action. Viszont a Kaorira minden körülbelül az action volt. Az action volt, úgyhogy nem számít. Mi van a Kaorival? Még mozog? Ő joinolt minket. Jó, elveszt. Ez majd a NPC phase-ben. 29. oldal szerint azt mondja, hogy join. Kiléphet, hogyha. Kiléphet, bizony. De az NPC phase-be dobjuk rá a kockát, nem most. Igen, csak az előbb nem dobtunk rá. Hát jó, most akkor ezt egyet elrontottunk. Dobunk most 2-t. Jó, dobjál, úgyis ki fogjuk dobni. Ismerem. Jó. Ez az? Igen, de most először a first phase, jó. De, még de az előző phase-re való, azért dobd le neki. Jó, oké. Okay. Jó, oké. Okay. Ugye azt hiszem 4-esre van. De nem, még miért a first phase jön, akkor az újonnan megszerzett karakterünk mozoghat, azt mondtad. Szerintem igen. Akkor elindul a hajó felé. Teljes gázzal, gőzzel, bocsánat. Ez egy, idáig, így már így, és akkor ide, ja, erre van a hajó hülye, ide. Jó, oké. Okay. Csak a join vagy a live one dobásoknál van gáz, de hát nekünk most a live one az nem játszik egyelőre még, nem tud bejönni live one, maradjon is így. Ja. Elindult a Butler? Mit csinált? Az ebben a körben volt? Az ebben a körben volt, bocsánat, jó. Akkor ő megvan. Na, akkor mindenki meg volt. Meg nem volt még, meg ő szép fog jönni azt a harvestert. Túl sok a karakter. Ezért mondtam, hogy Karoli nem jön velünk, mert már így is, hogy mondjam, már nincs elég szoba. Na jó, megírom. Uh-huh. Jó, a Mac viszont 3-at fog lőni a puskénjával. Ott a kép. És ez a harvester az úgy meg fog feküdni, öröm lesz nézni.
Maybe not. És a gem, és a gem. Egy gem az szerintem, ha jól tudom, nem számít, kettő kell, hogy tényleg beszarjon a fegyót. De őnek olyan pisztoly, ami egyébként nem gemmel. Ja, akkor mindegy. Ezek is fogaskerék. Akkor ne is nézd, akkor ne is nézd. Ami nem aktuális idők. Igen. Real. This weapon ignores gem result, úgyhogy ez. Ennyi. Jó, viszont ettől ő még húzza belét, mert azért ő nem annyira kraftos. Merre? Hajó felé? Hajó, hanem jó menet. Át tud menni ide? Mivel? Öttel? Gyaloggal. Amúgy, hát négyel ide jut, és egyel be egy tud menni. Egy megvédekezési protokoll. Most jön a pörcs. Nézzük, jön a deva. Devával kezdjük. Ja, nem dobjunk. Először jön a deva. Nem, mindig nem jön, ki tudta, hogy nem jön. De az Harvester volt, azzal kell kezdeni. Harvesterre? Az meg tényleg. Mindig a... De nem, abból automatikusan kettő jön úgyis. Na, aki nem nézi a... Viszont nem jön deva. Na, várjál, akkor viszont hozom ezért. Nem jön deva. Hát mi jön? Mert most azt dobtam, a devát dobtam. Ja, okay. Jön, dobok az assassinra, az is jó lesz. Igen. Holy Christ, jön egy assassin. Hova? Most fogadjunk. De előbb a harvestereket kéne föltenni, annak a hová dob ki előbb. Négyes. Na. Oda jön ránk, nem? Egy ide harvester. Jön ide? Igen. Jön még harvester? Még egy harvester jön. Jön. Az egyesre. Na, jó, hát ez oké, nem érdekes. Assassin jön. Azért mondtam, hogy menjünk coverbe. Egyesre. Egyesre. Egyesre, ahogy teszed őket. Ja, várjál, először hozok egy harvestert, vagy ezért egy. Itt van, ez mi? Az nem az. Az mi akkor? Az line van. Ja. Még négyesre jön? Egyesre. Egyesre, szinte. Oké. Okay. Ezzel az lesz a vicces, tudod, a hogy ennek viszont, te vagy a targetje. Miért? Ez azt az én a kapitánya megy. A kapitány meg a hajóra megy. A kapitány meg rohan a hajóra, mint az állat. Hát ez után igen, amúgy oda nem tud bejönni. Igen, oda nem tud. Jó, és na akkor... Most nincs cidikai basszus. És akkor kivel kezdődik az asszaszínál, mert top ránk. Nyilván. Van. Ő nagyon ránk egyet. Top. És neki két pajzsa van, és négy vagyok, itt vagyok, erre jön. És hányat lép? És kettő actionje van. És nem chained action? Nem chained. Neki kettő sima actionje van. Tud ütni, kérlek szépen, négyet. És amúgy lost-ba van nekem esetleg? Nem. Pont úgy álltam be, hogy nem lost-ban? Te nagyon jól álltál be. Úgyhogy a nyúlcip előtt, ha fölkapkodod, akkor ez úgy jó lesz. Most van nagyon. Jó, deva a következő. A legközelebbi emberkék felé. Unchain my actions. Unchain my... Ja, igen. Ő innen viszont annyiba jön, hogy úgy én ne legyek coverbe neki. Aha. Hát parsőbe vagy akkor is, nem? Hát igen, én igyekeztem odaállni, hogy parsőbe legyek. Bejelentetted az action-t előre. Holy Christ, be! Hogy ne bejelentettem? Mozdasd el a harvestereket is. Én mozgatom ezt, hogy egy mérőt. Mit azt is mozgat be. Eztetet is. Meg itt is van harvester, nézd. Te vagy legközelebb. No, hány? Oh my god. Hát figyelj, várjál, én vagyok 7,5. De várjál, szerintem én fogok találni egy asszaszint egyébként a festett figurák között, mert elvileg én azt kifestem. Te figyelj, te 6,5-re vagy, úgyhogy nem. Nem? Nem én vagyok a leg. Ja nem én, várjál, hogy ja, bocs, az sarkot, de ez nem, ez sarkot, sarok. Jó vagyok sarkot. Minden utca vagyok. Így. Mint. És nincs meg. Szerintem azért felé megy inkább. Hol az ugyanon kiszabadított rab felé megy, mint hogyha ő közel benne. Ki megy oda? Harvester. Hát akkor menjen, most van egy action-je, tehát hogy... Szerintem, mert mintha ő közelebb lenne amúgy. És hallod? És nem tudom, hol a festett asszaszinom. Mert ez négy, az oda. És nem tudom, hol a festett asszaszinom. De lép, és onnan pedig... Beszabehu. Hát ez oda megy, igen. Belép base contactba. A butlerhez? Hát figyelj, elér oda. Bassza meg. Szerintem. Nézd meg te is, jó? Ellenőrizd, mielőtt hülyeséget csinálok. Az szerintem négyesben nagyon nincs benne. Nincs loss. Mondom, négy nincs benne. Nem nyolc? Hát dehogy is. Egy actionja van neki, nem? Mi? Nem a izének a Harvester egy van? Harvesternek egy actionja van, persze. Ja, jó, bocsánat. Hát ezért nem érted a sok... Ezért jó, oké, azt hittem, hogy kettő. Nem. Akkor viszont csak a sarokig megy. De azt hittem, hogy látjuk, mert itt van pont... Igen. Látjuk, lelőhetjük. Jó. Hova tűnt a festett asszaszinok? Skandálunk! Nem kellett volna ennyit lövöldözni.
Skandallum. Nem kellett volna ennyit lövöldözni. Nincs ezzel baj lövöldözni szerintem. Hát három töltény van már a packboardon. So what? Ilyet még nem csináltunk sosem. Hát jó, nem lövöldöztünk ennyit, ez tény, de hol festett az a szidom? Mindegy, jó lesz az. Jó, hát most csúnya az a szidom, mindegy. Igazából a lényeg az, hogy a fotodokumentáció elárulja azt, hogy mégis hol tartunk. Csetem nem írt senki? Vagy nézzél rá? Most éppen nincsen. Nem, most ez volt az utolsó, hogy kiírtam, hogy hol vannak a novellák. Ja. És ilyenkor szokott ugye az lenni, hogy most jönnek a futókörök. Ja. Amikor mindenki rohan kifelé az állat. Mindenki köröket fut szó szerint. Na, csináljuk. Megvolt az NPC phase, most dobjunk arra, hogy visszalépe. Hogy... Jó, Kaori visszalépe. Ne lépjen vissza, mert... Nem, csak trédelni akar. Most viszont... Na, akkor következő, assessment phase, átadom a tokent. Te húzod az izét, actiont, a eventet, én meg húzom a packboardot fölfelé. Húzom az eventet. Bocs. Cover me first, gravitonic blast, hogyha nincsen live one, nincs. A játékban increase hostility by 2, úgyhogy kérlek 3 peget tegyél föl. Ennyi. Ilyen magasabb még sose jártunk. Hát ilyen magasabb még sose jártunk, bizony, mert mindig ügyelünk. És itt van a... Jó hosszú szövegnek inkább az első két sor az, ami kb. Bármennyire is számít. Aztán jól van. Jó, akkor most jön hostility phase meg volt, trader phase következik. Trader phase következik, Kaori vissza a hajóhoz. Benne van. Jó, ő kijött, nem kell. Butler berohan a hajóba. Garrick is visszamehet a hajóhoz, tök mindegy. Hát igen, hát meg azért ő is visszamehet. Igen. Trader phase. Van-e arra kedved, hogy kipróbáljuk, hogy a hajó szét tudja előni a Devastatort, vagy az Assassin-t esetleg? Ami az jobb lenne az Assassin, mert az rám. Szerintem is az Assassin kéne készíteni. Privát dolog. Médiumban benne van? Benne Short. Van. Médiumban benne van. Akkor az igazából kettő lövés. Persze benne van. 3-2, hogy az két darab lövés. Csak annyi izé, hogy az Assassinnak egy kőkemény kettes pajzsa van, úgyhogy ott jót kéne dobni. Dobod? 3-2-1, és sorban, akkor kettőt kell dobnom, ugye? Uh-huh, bizony. És az a baj, hogy most bárki fog rá... Hát a lúfaszt! Nyomok egy disztraktot, barátom. Most nyomok. Most nyomok. De azért lőttek adta meg. Viszont az az, hogy nem tudom lelőni két kockával. Nem. Le tudod elvileg lőni. De meg tudom sebezni. Le tudod lőni. Jó, tudom, ezen van egy, az egyiken van egy dupla ez. Le tudod lőni. Le tudod lőni. De most... Stoj! Figyelj! Mi a veszély? Jelenleg. Ha én ő kettejüket szépen disztraktolom per pillanat, akkor ő tök mindegy. Ez a két-három eszter, ez jön, őket összarjuk, ő lesz az egyetlen egy, aki igazából veszélyes innentől fogva. Csak a vészkontatban jön, de nem ilyen utol minket. Na ez az viszont neked mozognak kéne. Igen, igen. Tehát neked előbb mozognak kéne, akkor mert igen, jöhetsz egyébként erre valóban. De jöhetek erre is, akkor kevésbé vagyok vészkontatban. Nagyjából mindegy, hogy merre megyek. Én meg tudom azt csinálni, hogy én ezekben a körökben itt maradok. Mondjad. Na most használom életemben először a skill... A skill levelet, ami azt mondja, hogy... Igen. Van egy olyan, ami stubborn, egyes szint. Make a move action. Tehát én 3-at move-olok. Akkor mozogj. De előbb lemozgom a kettőt. Az a baj, hogy max 11-et mozoghatsz egy körbe, úgyhogy szerintem ide tudsz bejönni körülbelül. Az se kevés. Az viszont elég is. Egyébként. Várj, előbb lelépek innen. Ezt a 3000-et meg fogja kilőni szerintem. Vagy hát ide, idekén, így. Befordítom. És akkor 11, de ez még akkor is, akkor is a skillből jössz? Ide gyere, ide akkor gyere. Is a skillből nyomom? Igen, akkor is. Egy körben maximum, figyelj, ide gyere be, mert akkor ide, de belőle. De hova? Így erre fele. Nincs ajtó. Itt nincs ajtó? Nincs ajtó. Ó. Ide tudok. Akkor addig jössz. Jó, azért az sem rossz, elég sokat jó, mondtam. Figyelj, akkor én most disztraktolok. Hiába nyomtam egy plusz skillt rá, amit le is veszek amúgy. Hiába nyomtál. Figyelj, én akkor most nyomok viszont egy disztrakt egyet. De akkor mindig tudok lőni egyet a hajóval. Medium range. Oké, akkor ők... Én mindig megdobhatom a hajóval, ha akarod. Figyelj, oké, hadd jön először a meg. Jó. Meg milyen tábla van? Pont nem ér be a hajóba. Figyelj, én disztraktolom őt. Proximity-vel se jövő, figyelj, te, én disztraktolom őket, igazából ha ilyen távon belül maradok... És közelebb rakom a hajót, egyel, ide mondjuk. Egy skillt már használtam. Ez mindegy. Egy skillt. Egy körbe csak egy van? Jó, okay. Na, szóval annyit tudok csinálni, hogy ha én ilyen range-en maradok, akkor én most is tudom őket disztraktolni, még a köv körbe is tudom.
Akkor viszont a harveszterek nem érnek minket utol. Ez a harveszter téged nem ér utol? Mm. Már figyelj, van egy passzív skillet, hogy ignorálod egy. Ja, nekem van ignorálás, az igaz. Jó, én nekem igazából, akkor nekem is egyébként, nekem is van ignorom. Úgyhogy... De melyik van neked? A Walk It Off szintén? Combat Expert. Combat Expert. Egyes. Igen. Na, jó, egy disztraktérén lehúztam egy skillt, akkor ők most ketten a veszélyesek nem fognak jönni. A harvesterek azok jöhetnek, mert odaér base to base-be, akkor odaér majd max izé. Ignorálom a hiteket. Tehát egy hitet ignorálok. Igen. Egy hitet ignorálok. One hit. Egyet akkor fog opportunity. Tök mindegy. Akkor majd lelépek kövkörbe. A Mac megpróbálja kilőni most őt. Őre se fognak lőni a kövkörbe, ez is valami fontos. Mac lő, azt mondja, van neki egy 3-2-es, ez short vagy medium range? Ez már bizony medium range. Sajnos ippek hogyja, de medium range, tehát ő kettőt fog. És ezzel a kettővel szépen ezt a harvestert így nagyon szépen leparkoltuk. Jó, és jöhet a purse face tisztelettel. De a hajó mi jöhet? Lőjön a hajó is halkan, de én nem erőltetném. De miért? Mert mit akarsz te kivel? Az assassint. Ne lőd ki az assassint, én ezt leblokkolom neked. Jó, akkor... Semmit ne lőjék ki. Ezek a pörcsök, ez itt nagyon jó van. Az de olyan jól hogy lehet lőni. Az oké, de figyelj, ha jön egy Devastator kövkörbe, kilőheted. Jó? De. Na, nézzük, hogy mik jönnek. Kövkör medium range-be van. Jön két darab izé. Ingyen lövés. Jön két darab izé. Propi. Dobjuk ki a két darab propit. Hova jön a két propi? Most. Hát pörcsvész van, nem? NPC-ink nincsenek. Max a joinokat dobhatjuk meg. Kettes is. De mind kettes van. Kettes is. Ötös. Igen. Ötös, az jön be ide. Ja. Kettes jön be ide. Jó. Okay. Jön be Deva. Azt már dobni kell. Kettével. Kettő is. Meg, de csak egy van. Ő egy van, és az egy darab viszont bejön. Hatosba. Tökéletes. Az jó. Ennyi jobb helyre nem is jöhetett volna gyakorlatilag a Deva. Jó, és akkor most ennek a mozgások. Figyelj, én először akkor lemozgom a reszlit. Nem, a nagyobbakkal kell kezdeni. Hulla mindegy. Ez a harvester akkor is ide fog jönni. Jó, igaz. Ez az assassin nem csinál semmit, és ő fog mozogni egy 8-asat, mert ugye két action-je van, de azok legalább chain health action-ek. Megy ide. Ez a harvester elindul errefele. Szerencsétlen kémel kimarad minden buliból. Viszont legalább nem jöhet több. Őt is jönnek. Hát, többet is oda kell számolni. Ő ide jön, és ő viszont már itt base to base-be lesz velem. Hát ő nem. Jó. Okay. Meg az is, nem? Ja, és még van itt egy. Jó. Hát igen. Jó, oké. Okay. Jó. NPC-fész. NPC-fész. Dobd ki, mit? Hogy ott, ki? Hát, hogy eltávozik-e. Ja nem, mert a hajón van. Mindenki a hajón van, úgyhogy okay. Jó, kövkör. Illetve eltávozhat akkor is, csak a cuccait már hagyja a hajón. Pontosan. Én húztam egy izét. Hunter, assassin receives a power boost from his mothership. Assassin gain extra action for his round. De kár, hogy ki lesz disztraktolva a francba szegényként. Igen, itt van a kártya. Itt a szép hosszú szörnyű. Aztek jó, hogy most már turbozzák az asszaszineket is. Igen. Na jó, hát akkor... Jó itt, Máté! Basically én bemozdulok a hajóban, jó? Oké. Come on, make your move. Kapitány úr megszökött. Én azt mondom, hogy én disztraktolok továbbra is, és én azt mondom, hogy... most mindenki meg tud szökni, nem? Hát, de! Mindenki? Mindenkinek van két egység, két lépés, ahol be tud menni. Oké. Jó, figyelj, akkor azt mondom, hogy jöjjön a Mac, meg kiment, jöjjön a én, hetek of opportunity. Hol a kék kocka? Kettővel itt a harvester, hol a kék kocka? Kék kocka. Megüt engem. És egyet ignorálsz. Oké, egy darab HP-t. Egy darab HP-t bebuktam. Előkészítem a telepet. Kijövünk. És akkor... Svung, elment a hajó. Svunga. És akkor jön a célfotó, amely célfotó úgy néz ki, hogy gyakorlatilag mindenki jött ránk, mint az állat. Tele van az egész szoba harvesterekkel, harvesterekkel is, meg mindenféle pölcsökkel, tisztogatókkal, bocsánat, szakszavakat kell használni. A többiek éppen itt próbálnak átmászni. Azonban a mi hősies csapatunk, az ideiglenesen csatlakozó civilekkel együtt, itt pihen a Skylark védelmében. Na, mondjuk készíteni elrohant. Elfutottunk hősiesen, mint bátor Sir Robin. Jó, and this is good.
És akkor? Küldetés megvan, csináljuk gyorsan egy izét, egy... Oké. Okay. Egy gyors. Egy gyors evaluation-t. Igen, először is én hadsz egy szemzet behúzom a plusz karrierpontot. Pontosan. A többieknek is kell majd egy career pont, ugye, de azt majd intézem. Nekem is van egy career pontom, és nyilván Ganik és... Ganik meg nincs még. Meg is fog kapni egyet. A többi pedig mi legyen? Hát adjuk el a Mission Objective-et, ami eleve 5 UA. Ja jó, igen, az UA-kat még számoljuk össze. Na, én akkor írom ide, adj egy szemzetet. Figyelj, van egy 2 UA alapból üzenk. Mink? Mission Objective, de figyelj, viszont a hajó... Van egy 5-ös Mission Objective. Aha. Jó. Az múltkor kiszámoltuk, az jó volt. 24, hogy mennyi? Az a helyes érték. Az a 19 van a hajóra írva? Így van, aminek lehet. Oké. 19 UA-nk van, és akkor most ehhez jön még ugye 2. Itt van 5. Ehhez jön még ugye 5. Az volt, hogy amit eladtam. Azt majd én nem akarok mondani. És azt mondja, jó. Hogy... Figyelj, itt van ez a... Ó, bakker, elfelejtettem egy dolgot mondani, hogyha ezzel interakteltünk volna, akkor kapunk még 5 UA-t. De szerintem ez most annyira nem volt érdekes. Ez a pisztoly, ez a 2-2-es ilyen burst pisztoly, ez kell neked? Figyelj, én azt mondom, figyelj, stoj, ezeket szerintem majd a köv-körbe. Ja, jó. Ha? És az úgy lesz a praktikus. Jó. No, tehát arra kanyarodott a sztori, hogy a Butler nevezetű egyébként gangsta haverunkat sikerült megmentenünk, kiszabadítanunk. Ő a csapathoz biztos nem fog csatlakozni, a Kaori sem fog csatlakozni a csapathoz. Így vagyunk négyen, ahogy a múltkori játék végén maradtunk. És innen folytatódnak a kalandok, amiket majd szépen megírok. No. Na, hát ez most így egy jó játék volt egyébként is, teljesen jó volt. Ó, de jó, és ezért lett neked gránátod. Na, nagyon köszi mindenki, hogy itt voltatok. Remélem élveztétek a játékot. Szerintem tök jó volt. Hál' Istennek azért, hát igen, nagyon-nagyon nagy golyózáporik most nem volt, úgyhogy mindenkinek jó éjszakát, aludjatok jól. Bye bye. Sziasztok! Good game! GG! Jó ér.